Jó estét kívánok! Az elmúlt 6 napban az eddigi legnagyobb rakétatámadás érte Ukrajnát. Majd 10 millió ember maradt áram nélkül. Ivano-Frankivsk polgármestere arra kérte a lakosokat, hogy térre hagyják el a várost. Hersonban is önkéntes evakuálásra szólították fel az embereket. November 15-én volt egy hosszú éjszakánk, mindenki azt találgatta, kinek a rakétája és miért találhatta el a lengyelországi Psevodovot, ahol 2 ember meghalt. És ez maga után vonja-e a NATO beavatkozását? Kinek kedvez a következő fél év a hadviselésben? Mennyire becsüljük alá vagy fölé Oroszország haderejét és politikáját? Milyen szövetségek erősödnek vagy gyengülnek majd? Kérdésekből lesz bőven. Jó estét kívánok, újra Orosz Györgyi vagyok. Hamarosan Rácz András Oroszország szakértővel, történésszel, a Berlinben működő Német Külpolitikai Társaság szenior elemzőjével beszélgetünk az orosz-ukrán háborúról, és a végén még versekről is. Szia, András! Szia, köszönöm szépen! Mielőtt belemennénk a részletekbe, fontos megosztanom veletek, hogy ezeket a szalonokat a Hősök Tere Alapítvány javára szervezem, amelynek egyik alapítója vagyok, de nem ez az alapítvány alaptevékenysége. A szalonokkal szeretnék segíteni, eligazodni, kapaszkodókat adni olyan ügyekben, amelyek meghatározzák mindannyiunk életét, jelenét és jövőjét. A Hősök Tere Alapítvány munkája ugyan kapcsolódik ehhez az alapvető dologhoz, de másról szól. Akkor jövünk mi, iskolába vagy szervezetekhez, amikor azt hallják, hogy nem az én dolgom, úgyse tudom megváltoztatni a történéseket, nem vagyok képes arra, hogy tegyek valamit magamért vagy másokért, úgyse számít semmi, amit teszek, és ehhez hasonló gondolatokat. Ezek a közönösségre utalnak. Mi pedig azt mondjuk, hogy képesek vagyunk tenni a közöny ellen tudományos, szociálpszichológiai eszközökkel. Azaz megmutatjuk, hogy tudnak beleállni helyzetekben mások, és hogy lesznek képesek kihozni magukból még annál is többet, mint ahogyan most gondolnak magukra. Ezért tartunk tréningeket, workshopokat, fejlesztünk társasjátékot, szervezünk kampányokat, és még egy sor dolgot. Most például országszerte 50 iskolával dolgozunk együtt 1 éven át azért, hogy ők hősiskolák lehessenek. És felelősnek érezzük magunkat a pedagógusokért is. Ezért ezen a héten indítjuk el a Jár az 5-ös programunkat a Flow Alapítvánnyal együtt, amely ingyenes 5 alkalmas coaching azoknak a tanároknak, akik úgy érzik, hogy kellene a külső segítség, megértés, támogatás. Oktatási reformot vagy béremelést nem ígérhetünk, de segítünk abban, hogy választ kapjanak a belső kérdéseikre, hogy a tanárok önbecsülése és társadalmi megbecsülése növekedjen. Úgyhogy ha van olyan pedagógus ismerősötök, akinek jól jönne a támogatás, javasoljátok, hogy figyelje a Facebook oldalunkat és a weboldalunkat. Ott találja meg majd a részleteket. Így vagyunk most itt. És Rácz Andrással abban maradtunk, hogy először összefoglalja, amit most aktuálisan fontos tudni, utána meg pedig beszélgetünk, úgyhogy András, át is adom a szót. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm még egyszer a meghívást. És akkor szerintem, ahogy korábban csináltuk a háború elejének időszakában, megpróbálnék megosztani először néhány térképet, hogy röviden áttekintjük az aktuális katonai helyzetet, és akkor utána megnézzük az egyes frontokon mi újság, majd pedig próbálunk valami értelmeset mondani arról, hogy ezek az ukrán energiarendszert ért támadások, ezek vajon milyen irányba mehetnek, vagy mi lehet a cél. Nyilván amit itt elmondok, az a saját személyes magánvéleményem, tehát nem tekinthető semmiféle hivatalos vagy szervezeti álláspontnak. Úgyhogy akkor meg is próbálkozom rögtön a képernyő megosztásával, reméljük, hogy sikerül. Most elvileg látnotok kell egy áttekintő térképet, szokás szerint az Institute for the Study of War naponta frissített térképei. Ugye ez a front általános helyzete, látjátok, ugye? Igen. Na most ez a mostani állapot, pontosabban az időeltolódás miatt tegnapi, mert ugye ezt amerikai kollégák csinálják, tehát a mai helyzetre vonatkozó az valamikor holnap hajnalban lesz meg. Tehát ugye egy stratégiai térkép azért ilyen gyorsan nem szokott változni egy nap alatt, tehát ezzel is el lehet lenni. Ugye ez a térkép annyiban egy picit megtévesztő, hogy világos kékkel jelöli az Ukrajna által mostanában felszabadított területeket. De ugye ha a háború egészét tekintjük, most itt egérre mutatom, Ukrajna visszaszerezte az északi és keleti területek elég jelentős része fölött is az irányítást, tehát mostanra azok közül a területek közül, amelyeket Oroszország megszállt a háború elején,
Ukrajna körülbelül 50%-ot már felszabadított, körülbelül 50% pedig hátra van. Ugye hozzá kell tenni, hogy ebbe beleszámítják a Krímet is, meg a megszállt Donyeck és Luhanszk megyét. Azoknak a felszabadítása azért egy más kaliberi feladat. De ezzel együtt is, tehát amit ezen a térképen látunk, világos kék szín, ennél Ukrajna valójában sokkal több területet szerzett vissza. És ugye most éppen aktuálisan mi a helyzet? Ugye az orosz haderő feladta Herszon megyének a Dnyipro folyótól nyugatra elhelyezkedő részét, kivonultak Herszonból, elég ügyesen megtévesztették egyébként a nyugatot mindenképpen, és valamennyire az ukránokat is. Ugye emlékezhettek a herszoni kivonuláson, mindjárt mutatok egy rendesebb térképet Herszonról, kicsit lejjebb scrollozunk itt az Institute for the Study of War térképen. Ugye ez egy áttekintő herszoni térkép. Az oroszok kifejezetten ügyesek voltak a kivonulással, mert ugye, amikor beindult az ukrán ellentámadás Herszonnál, akkor folyamatosan volt egy ilyen narratíva, először az orosz, aztán pedig ugye a nemzetközi diskurzusban is, hogy az orosz haderő visszavonulása az valójában csak egy trükk, és hogy csapdába akarják csalni az ukránokat Herszonnál, illetőleg közel akarják őket csalogatni a folyóhoz, ahol aztán majd a folyó túloldalán felsorakozott orosz nagy lőtávolságú tüzérség majd jól megsemmisíti őket. És valójában az az érdekes, hogy nem a visszavonulás volt trükk, ami egy csapda felé vezetett, hanem pont az ellenkezője történt, a csapdáról szóló narratíva volt a trükk, és az volt a funkciója, hogy az orosz hadsereg időt nyerjen a visszavonuláshoz. Elég jelentős erőket ki tudtak vonni, ugye még a visszavonulás befejezés előtt egy nappal is az Egyesült Államok azt az információt hozta nyilvánosságra, hogy körülbelül 20 ezer orosz katona még a Dnyeper folyótól, vagy Dnyipro folyótól nyugatra állomásozik, ehhez képest másnapra bejelentették, hogy kivonulnak. Amit mond az orosz védelmi minisztérium, hogy mindenféle ember és eszközvesztesség nélkül sikerült, ez természetesen nem igaz, tehát hogy dokumentálható azért viszonylag jelentős veszteség, főleg haditechnikában, de nincs szó olyan szintű összeomlásról, amit Harkivban láttuk. Miért jelentős a Herszon megyéből, vagy a Herszon megyé nyugati részéből történt orosz visszavonulás? Ugye nyilván felszabadul a megyeszékhely, Herszon, ez békeidőben egy 300 ezeres város, és egyben az utolsó olyan megyeszékhely, amit Oroszország az idén február óta megszállt területek közül még a kezében tart. De igazából a tényleges megyeszékhely visszaszerzésénél lényegesebb, hogy mostantól nincsenek orosz csapatok a Dnyeper folyótól nyugatra. Ez pedig, ha visszamegyünk az áttekintő térképre, rögtön látszani fog, hogy miért jelentős. Így, hogy Herszon és a Dnyeper nyugati partja ukrán kézbe került, így elhárult a veszélye annak, hogy Oroszország képes legyen gyakorlatilag bármikor a jövőben offenzívát indítani a Mikolaiv-Odessa irányba, tehát elhárult a veszélye annak, hogy Oroszország képes legyen elvágni Ukrajnát a Fekete-tengertől. Tehát ilyen értelemben a megyeszékhely visszaszerzése nem csak azért jelentős, mert mégiscsak visszakerült egy megyeszékhely ukrán ellenőrzés alá, most jön a varázsszó, hanem azért, mert az oroszok elvesztették a Dnyeper folyó nyugati partján levő hídfőállásukat. És teljesen valószínűtlen, hogy az orosz hadsereg bármikor a közeljövőben képes lehetne visszaszerezni ezt a hídfőállást. Mi várható most? Ugye itt a Dnyeper folyó vonalában nem pontosan a folyónál sorakoznak az orosz csapatok, meg az ukránok sem. Mindkét oldal valamennyire elhúzódik a folyótól. Orosz oldalra ezt főképp azért csinálják, hogy az ukrán közösség lőtávolság nem picivel kívül kerüljenek. Ilyen eseti ukrán átkelések voltak a folyón, valami minimális ukrán hídfő van a keleti oldalon is, de ezzel együtt azért arra lehet számítani, hogy most a következő hónapokban a Dnyeper az gyakorlatilag egy határfolyó lesz, vagy a Dnyeper folyó vonala lesz a frontvonal, és itt csökkenni fog a harcok intenzitása. Tüzérségi csapások lesznek mindkét oldalon, de az, hogy egy szárazföldi hadműveleteket folytasson bármelyik fél, erőszakosan átkelve a folyón és ott fenntartva egy nagy műveletet, ez elég valószínű. Úgyhogy ami történik, Hersonnál csökken a harcok intenzitása, és mindkét fél átvezényel harcoló egységeket Hersonból a másik két frontra. Ugye a Harkivi front itt északon, valójában ez már kevésbé Harkiv, ez inkább Luhansk megye északi része, illetőleg ugye a Donbasszi front. Haladjunk sorrendben, megint lejjebb tekerünk. Ugye ez a Harkivi front, valójában Ukrajna mostanra Harkiv megye legnagyobb részét visszaszerezte, és itt Luhansk megye északi részénél zajlanak a harcok. Most az időjárás sem kedvez a gyors gépesített műveleteknek. Rengeteg eső esett, felázott a talaj, egyébként is hideg van, egyre rövidebb a világos időszak. Tehát itt
lelassulnak a műveletek. Ukrajna lassan-lassan halad előre, de nincs szó olyan típusú villámgyors előrenyomulásról, mint amit szeptember közepén a Harkivnál áttörő ukrán művelettől láttuk. Tehát itt, ezen a front szakaszon, itt Ukrajna dominálja az eseményeket, Ukrajna a kezdeményezés, de nagyon-nagyon lassan változnak a dolgok. Ahol a legsúlyosabb a helyzet, az, ha kicsit lejjebb megyünk a frontvonalon, az a Donbasszi front. Az látszik, hogy Oroszország a Herszon alól kivont egységeinek legnagyobb részét a Donbasszba vezényelte át, és itt vetik be a legtöbb mozgósított orosz katonák is. Itt gyakorlatilag irgalmatlan, nincs rá jobb szó, ilyen daráló, ami működik. Az orosz hadsereg minden eszközzel próbálja bevenni, elsősorban Bakhmut városát, illetőleg a vele szomszédos településeket. Az látszik, hogy azzal együtt is erőlteti Oroszország a donbasszi offenzívát, hogy közben a Donbasztól északra, itt a Harkivi régióban egyébként teret veszítenek. Tehát úgy tűnik, mintha lenne valamiféle priorizálás orosz oldalon, hogy már pedig a Donbasszból hátrevő részeket mindenképpen meg kell szerezni, akár azon az áron is, hogy további területeket veszítenek északon, vagy nem szereznek vissza területeket északon. Tehát valamiért úgy tűnik, van erre már egyre több nyílt forrás is, hogy mintha a Donbasz megszerzése az a Kreml számára valamiféle abszolút prioritás lenne. Na most itt köszönhetően annak, hogy Oroszország áthozott erőket Herszonból, behozott nagyszámú mozgósított katonát Oroszországból, és ugye ez a frontvonal, ez közel van Oroszországhoz, tehát ha Egérre itt jobb szélen mutogatom, valahol itt van az orosz határ, tehát rövidek az utánpótlási útvonalak, itt ezt a frontot Oroszország sokkal jobban el tudja látni. Fegyverrel, lőszerrel, hadianyaggal, élelmiszerrel, mint mondjuk Herszon tudta, ugye a folyó másik oldalán. Tehát itt elképesztően kemény harcok zajlanak, még ennek a háborúnak a léptékével is. Nem véletlen, hogy Zelenszkij elnök úgy fogalmazott, hogy ami a Donbaszban van, az egyszerűen a pokol. Tehát itt nagyon-nagyon súlyosak az ukrán erők vesztességei. Az oroszoké is, de ezzel együtt itt továbbra is álló háború van, egy ilyen felőrülő háború. Kérdés, hogy Oroszország meddig tudja fenntartani ezt a fajta nyomást, illetve Ukrajna meddig tud ellenállni ennek a fajta nyomásnak. Na most, ha el is esik Bakhmut városa, ugye itt a régióban négy megerődített város van, négy nagyon-nagyon megerődített város, ugye északról délre haladva Szlavjanszk, Kramatorszk, ez ugye a főhadiszállás, az ukrán főhadiszállás, Konstantinivka és Bakhmut. Tehát még ha Bakhmut el is esik, és az orosz erők Bakhmut belsejében még nincsenek bent, ha Bakhmut el is esik, utána hátra van még három megerődített város, három olyan város, amit Ukrajna 8 éve erődít. Tehát itt nem nagyon látszik, hogy Oroszország akár mekkora erőket is vezényel a frontra, bármiféle nagy áttörést el tudna érni. Ugye ezt a térséget hívják megerősített körzetnek, ukreprajonnak, ugye az ukrán katonai terminológiában. Itt tényleg 8 éve kész az ukrán hadsereg arra, hogy előbb-utóbb lesz egy orosz támadás. És mostanra sokkal jobb az ukránok helyzete, mint mondjuk nyár közepén volt. Emlékezzetek vissza, hogy nyár közepén ez a rész, amit itt Egérre mutatok, itt, ez az északi sötétkék rész, ez még mind orosz kézen volt. Ugye a legutolsó beszélgetésünkön még reálisnak tűnt az a veszély, hogy itt ezekről a területekről Oroszország egy dél-délnyugat irányú csapással be tudná keríteni az egész Donbaszt. De ugye így, hogy Ukrajna visszaszerezte Harkiv megyének ezeket a részeit, az orosz hadászati bekerítés veszélye az elhárult. Nem fog tudni Oroszország semmiféle nagy harapófogót csinálni a Donbaszban, tehát innentől gyakorlatilag frontálisan tudják csak rohamozni az ukrán állásokat, illetve hát tüzérséggel rombolni őket. Ez lassabb, több áldozattal jár orosz oldalon is, és nincs meg benne az a potenciál, ami egy nagy hadászati bekerítésben meg lett volna. Úgyhogy itt a Donbaszban zajlanak a legsúlyosabb harcok. Jelenleg nem látszik, hogy bármelyik felénybe tudna kerülni, de nagyon-nagyon súlyosak a vesztességek, és az látszik, hogy Oroszország, mintha beárazná ezeket a súlyos vesztességeket, tömegesen viszik a mobilizált katonákat a frontra, akik gyenge kiképzés, gyenge felszereltség, és a megfelelő számú tiszthelyettes hiánya miatt rettentő súlyos vesztességeket szenvednek, de Moszkvát ez láthatóan kevésbé zavarja. Tehát gyakorlatilag ilyen kicsit, mint az első világháború Brusilov offenzívája, nyilván nem
annyira lineáris, mint annak idején profilom volt, de ezzel együtt is nagyon-nagyon hagyományos háború, amit itt Oroszország folytatni. Na most, ha picit kizumolunk, és elszakadunk a frontoktól, nézzük Ukrajna egészét, ugye amiről rengeteg szó esik mostanában, az az ukrán energiarendszert, illetőleg kritikus infrastruktúrát ért orosz támadások. Ugye ez hivatalosan a Kercsi híd elleni támadás másnapján indult, ugye a Kercsi hídat egy szombat reggel robbantották az ukránok, és aznap vasárnap délután túl indult a támadás, ugye október elején. Valójában azonban az látszik az orosz csapások mintázatából és precizitásából, hogy ezt a műveletet nagyon-nagyon alaposan megtervezték, feltétlenül hónapok dolgoztak rajta, és a Kercsi híd elleni ukrán támadás az csak az ürügy volt, az csak az apropó volt, aminek apropóján aztán ezt el tudták kezdeni. Elképesztő részletes ismeretekkel rendelkeznek az ukrán energiarendszerről. Nyilván nem csak a távvezetékek helyét tudják, az így csak látszik, de tudják a transformátorállomások helyét, tudják az alállomások helyét, tudják a fontos csomópontokat, ismerik, értik az ukrán villamosenergia hálózatot, és nagyon-nagyon precízen rombolják ezt a hálózatot. A maguk nagyon furcsa ilyet mondani, de szakmai szempontból ügyesek. Tehát pontosan felmérték, hogy a transformátorok a legsebezhetőbb pontja ennek a hálózatnak. Tehát nem az történik, hogy a pusztában lövik szét a távvezetéket, amit viszonylag könnyű javítani, hanem azokat a transformátorokat rombolják, amik egyrészt nagyok, másrészt nagyon-nagyon drágák is. Három, eléggé egyedileg vannak gyártva. Én nem vagyok villamosenergiaipari szakember, vannak kollégáim, akik ezzel is foglalkoznak, tehát egy picit mások tudásával ékeskedem. De akik értenek hozzá, azt mondják, hogy ezek a transformátorok, ezek nem annyira csereszabatosak. Tehát gyakorlatilag egyénileg vannak az adott helyszínre telepítve, kalibrálva, és emiatt aztán nem is úgy működik, mint egy biztosíték, hogy kiég és beraksz egy újat, és akkor működik újra, mint egy autóban, hanem egyénileg kellene őket javítani, és hát ez rettenetesen nehezen megy. Ugye alkatrész sincs, ember sincs, ugye a legnagyobb ukrán energetikai vállalat, a DITEK, néhány hete az igazgató adott egy interjút, amiben arra panaszkodott, hogy béke létszámmal, és még a karbantartók is béke létszámmal vannak csak jelen, és közülük is volt, aki meghalt, volt, aki megsebesült, volt, aki elhagyta az országot, tehát egy békeidőre méretezett karbantartó létszámmal próbálnak üzemeltetni egy háborús cselekmények következtében rombolt hálózatot. Tehát vesztésre áll az ukrán energiarendszer. Ha Oroszország folytatja ezeket a támadásokat, akkor valószínűleg el tudnak jutni arra a pontra, hogy az ukrán energiarendszer az ország jelentős területén megszűnik integrált módon működni. Tehát ha folytatják ezeket a támadásokat, akkor meg fog szűnni az ukrán rendszer képessége arra, hogy országon belül kiegyensúlyozza a terhelést, a villamosenergia rendszer egyik része segítsen a másikon, és az a képesség is megszűnik, most éppen nem is működik, hogy Ukrajna elektromos áramot tudjon importálni a nyugatról. Hát az oroszok szétrombolták azokat a transformátorokat, amik az Európai Uniós NTSO energiarendszerhez kötötték Ukrajnát. Ugye az a rakéta találat, ami Lengyelországot érte, az feltehetően a november 15-i nagy orosz támadás sorozathoz tartozott. Ott Oroszország, Ukrajna nyugati részén elég közel a lengyel határhoz is támadott energetikai célpontokat. Ugye nincs még meg a pontos vizsgálat, hogy Przewodówban mi történt. Azt tűnik valószínűnek, hogy egy beérkező orosz robotrepülőgépre indított ukrán légvédelmi rakéta, vagy céltévesztett, vagy meghibásodott, vagy ezek kombinációja, és akkor így zuhant le végül lengyel területen. Ugye nem véletlen, hogy a NATO állásfoglalásban is azt szerepelt, meg egyes NATO tagállamok állásfoglalásaiban is, hogy még ha ukrán rakéta is, az eseményekért a végső felelősséget mégiscsak Oroszország viseli, hiszen ugye ha Oroszország nem lőni az ukrán energiarendszert, akkor Ukrajnának nem kéne légvédelmi rakétákat lőnie. Tehát itt a Przewodówi támadás is feltehetően, vagy Przewodówi baleset, mert nem támadás, ez egy baleset, a Przewodówi baleset is itt az ukrán energiarendszer elleni orosz támadásokhoz kapcsolódott. Az utóbbi két nap aggasztó fejleménye, hogy Oroszország immár nem csak a villamosenergia ipari célpontokat támadja, hanem elkezdte a gázszolgáltatást is támadni. Ugye ez ugye tűzes robbanás veszélyes egyrészt, ráadásul ugye a távhő jelentős részét gázzal generálják, tehát még azokon a területeken is, ahol véletlenül lenne még elektromos áram,
ott lehet, hogy gáz nincs, és az egésznek láthatóan az a célja, hogy a tél köz, ahogy most megjön a tél, ugye Ukrajnában már leesett az első hó, már mínuszok vannak, tehát az a cél, hogy minél inkább élhetetlenné tegyék Ukrajna jelentős részét a polgári lakosság számára, különösen igaz ez a nagyvárosokra. Ugye Kijevben egyelőre, meg az ország jelentős részein is úgynevezett tervezett áramszünetekkel próbálják az elektromos rendszert egyensúlyban tartani. Ez ugye most hétvégén, szombaton Kijevben konkrétan úgy nézett ki, hogy hajnalban jött az értesítés, hogy a mai nap folyamán reggel 8-tól éjfélig áramszünet. Ugye ez egy tervezett áramszünet, még szólnak, hogy akkor itt a napban 16 órára lekapcsolják az elektromos ellátást. Ugye ilyenkor nem csak áram nincs, hanem ugye a fűtés sem működik, a vízszolgáltatás sem működik, nyilván nincs internet, azokhoz eszközökhez is elektromos áram kellene. Tehát itt a fővárost és a nagyobb városokat ezek a tervezett áramkimaradások nagyon súlyosan érintik, még azzal együtt is ezek tervezettek. Az oroszok folytatják az energiarendszer támadását, már pedig nem nagyon látszik, hogy miért ne folytatnák, akkor feltehetően nem tervezett áramszünetek is jönnek majd, tehát amikor tényleg elkezd részekre bomlani, rosszabb esetben összeomlani a rendszer. Ugye rövid távon nem látszik az, hogy az ukrán javítókapacitás képes lenne lépést tartani ezekkel a támadásokkal. Tehát rövid távon itt a kármentés az, amire talán lehet esély, ténylegesen generátorok beállításával, aggregátorok beállításával, hogy legalább mondjuk a kórházakban legyen elektromos áramellátás, vagy a nagyobb városokban felállított melegedő pontokon, hogy a lakosság legalább néhány órára meg tudja melegedni, fel tudja tölteni a telefonját, meg hasonlók. Nem véletlen egyébként, hogy most már egyre több ukrán nagyváros polgármestere kéri fel a lakosságot arra, hogy aki tud, az menjen külföldre. Tehát segítse Ukrajnát azzal, hogy elmegy legalább néhány hónapra, mert ezzel is ugye tehermentesíti a hálózatot. És a kérdés az, hogy célt érhet-e egy az ukrán rendszer, az ukrán társadalom megtörésére irányuló teljesen nagyon szisztematikus orosz támadás. Ugye erre klasszikus igen vagy nem választ nem lehet adni, mert ugye nem vagyunk jósok, meg Nógrádi Györgyök sem, tehát ő ugye eleve pótolhatatlan, tehát én nem is török ilyen babérokra. Hat történelmi analógiákat lehet mondani. Nem nagyon ismerünk olyan példát a hadtörténelemből, hogy hagyományos fegyver alkalmazásával lehetne olyan nyomást gyakorolni a polgári lakosságra, hogy a polgári lakosság akár feladja a harcot, vagy erre kényszerítse a politikai vezetést. Az első világháborúban a német légierő Zeppelinekkel próbálta bombázni Londont. Nem fért rájuk különösebben sok bomba, de nagyon újak voltak, nagyon ijesztőek. Ezzel együtt London kibírta. A második világháborúban, ugye itt a nagy 40-42-ig mondjuk tartott a Blitz, ugye a náci Németország légierő próbálta támadni Nagy-Britanniát, 42-45-ig mondjuk egy szövetséges Németországot. Ugye Harris légimarsal emlékirataiból tudjuk, hogy konkrétan az volt a cél, hogy a német polgári lakosságot megtörjék. Felmérhetetlen szenvedést okoztak, de ez nem történt meg a német katonai vezetés ellenállását. Ugye ugyanezt láttuk a Szovjetunióban, ugye Leningrád 900 napos ostroma alatt. Vannak olyan számok, hogy 1 millió ember meghalt Leningrád ostrománál, de a polgári lakosság szenvedése nem vette rá a sztálini vezetést arra, hogy feladja a harcot, vagy kompromisszumot keressen. Ugyanígy nem működött a polgári lakosság megtörése Japán ellen, ugye hagyományos fegyverekben gondolkodnak a két atombomba, ami végül is kikényszerített a japán megoldást az ilyen szempontból egy külön kategória, de ugye az atombombák előtt is tömegesen bombázta az amerikai légierő a japán városokat, tűzvészt okoztak Tokióban, meg egy csomó más dolgot csináltak, a japán lakosság sem tört meg. Nem tört meg a vietnámi lakosság sem ilyen csapások alatt. És nyilván nem teljesen analóg, meg nem ez volt a cél, de ezzel együtt is lehet mondani még néhány olyan polgárháború jellegű konfliktust a 20. század második feléből, amikor az egyik vagy a másik fél szisztematikusan terrorizálta a polgári lakosságot. Az előfordult, hogy a polgári lakosság megpróbált elmenekülni, vagy nagyobb számban elmenekült, de hogy a katonai vezetés feladta volna a harcot, ez nem jellemző. Nem valószínű, hogy az ukrán vezetés ettől feladná a harcot. De ugyan nyilván az oroszok is ismerik a hadtörténelmet, és nyilván sokkal jobban, mint én. De adódik a kérdés, hogy miért csinálja ezt Oroszország? Hiszen tudják, hogy hadtörténelemből nem nagyon van sikeres példa ilyesmire. És valószínűleg azért csinálják, mert a saját háborúikban ugyanez közvetlen sikert nem váltott ki,
De mindhárom alkalommal, amikor ezt alkalmazták, polgári lakosságnak okozott szenvedés, az hozzájárult a másik oldal megtöréséhez. Nem törte meg, de hozzájárult a megtöréshez. Melyik három háborúról beszélek? Ugye a csecsenföldi háború, az első csecsenháború, a második csecsenháború, illetőleg Szíria. Ugye mindhárom háború során az orosz stratégia és hadműveletek integráns része volt, hogy célzottan, szisztematikusan támadták a polgári lakosságot. Valószínűleg arra számítanak, hogy itt lehet akkora szenvedést okozni ukrán lakosságnak, hogy a Zelenszkij vezetés jobban hajlana, ha nem is békére, de legalább fegyverszünet tárgyalásokra. Ez az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, az pont ez a béke, illetve a fegyverszünet tárgyalások. Ugye az látszik, nagyon érdekes, ha megnézzük, hogy hogyan alakul a Kreml, kicsit cinikus leszek, a Kreml béke vágya. Ugye azt követően sokasodtak meg azok az Oroszországból jövő narratívák, hogy hát akkor tárgyaljunk és keressünk kompromisszumos megoldást, hogy Oroszország elkezdett nagy területeket veszíteni. Különösen szeptember közepétől, ugye a Harkivi offenzívától nektek mutatom, lekapcsolom itt Harkiv, lekapcsolom közben a megosztást, és láttátok a térképet eleget. Tehát különösen szeptember közepétől, a Harkivi offenzívától kezdve tűnik úgy, mintha Oroszország egyre többet beszélne arról, hogy hát akkor most már tárgyaljunk, most már akkor legyen valamiféle fegyverszünet, és csak az ukránok miatt nem lehet. Az az érdekes ebben, hogy kérdés nyilván az, hogy el lehet-e hinni azt, hogy Oroszország itt őszintén megegyezésre törekszik. Ugye ezek az orosz narratívák elsősorban nem Ukrajnának szólnak, hanem kinek? A Nyugatnak. Tehát itt az az orosz cél, hogy a Nyugat támogatását megtörjék Ukrajna mögött. Miért? Mert nyugati támogatás nélkül Ukrajna veszít. Pont. Az ukránok azt mondják, hogy hát akkor nehezebb lesz és keményebben harcolunk, nem, akkor veszítenek. Tehát, hogy mindenből kifogynának, fegyverzetből, lőszerből, pénzből, élelmiszerből, mindenből. Tehát, hogy a nyugati támogatás kulcsfontosságú abban, hogy Ukrajna ugye még mindig harcol, sőt időnként győzni is tud. Ugye most csütörtökön lesz 9. hónapja, hogy tart a háború. Ugye február 24 és november 24 lesz most csütörtök. Tehát ezek az orosz narratívák arra, hogy akkor már pedig szükség lenne tárgyalásokra, most már igazán kössünk békét, most majdnem azt mondtam, hogy mi a békepártja nálunk, de az egy másik ország. Tehát, hogy ezek a narratívák, ezek valójában úgy tűnik, hogy arról szólnak, hogy a Nyugatot leválasszák Ukrajna mögül. És egy kérdés az, hogy Oroszország valóban meg akar egyezni, vagy csak arról szólnak ezek a tárgyalási hajlandóságot mutató narratívák, hogy időt nyerjenek. Én nem nagyon látom azt, hogy miért akarna most Oroszország megegyezni. Nem látszik, hogy az orosz stratégiai cél az változott volna. A cél továbbra is az, hogy Ukrajna egészen fölött befolyást szerezzenek, és ezt a befolyást tartósan fenntartsák. Ráadásul, ugye most orosz jog szerint fogok beszélni, jelenleg az a helyzet, hogy Oroszország ugye október 5-én zárult le teljesen jogilag, Oroszország annektált 4 ukrán megyét, Herszon megyét, Zaporizsia megyét, Donyeck megyét, Luhanszk megyét, jelenleg a 4 megye egyikét sem ellenőrzi teljes egészében. Ugyanakkor az annexióból az következne, hogy ezeket a területeket vissza kellene szerezni, vagy pontosabban meg kellene szerezni, például Zaporizsia megye esetében. Hát nem látszik az, hogy Oroszország érdemben változtatott volna az Ukrajnával kapcsolatos stratégiai céljai. Ezen a ponton nagyon, nagyon furcsa volna, hogyha bárki készpénznek merné venni, vagy hajlandó volna készpénznek venni azokat az orosz állításokat, hogy most már akkor igazán tárgyaljunk. Tárgyalni lehet, de ugye mindig az a cél, az a kérdés, hogy mi a cél. Valóban megegyezés, vagy csak a tárgyalásukon időt nyerni. Lehet, hogy russzofóbnak fogtok bélyegezni, én nagyon szkeptikus vagyok ebben a tekintetben. Elsősorban azért, mert ennek a háborúnak a 8 éve alatt, utolsó gondolat, rengeteg olyan tárgyalást, meg tárgyalási próbálkozást láttunk, ami Moszkva miatt nem sikerült. És miért mondom, hogy a háború 8 éve? Ez 2014-től zajlik. Kollégák, az európai történelemben az elmúlt 200 évben legalább nem volt olyan háború, ami 8 évet tartott volna. Ez az európai történelem leghosszabb háborúja. Modern, vagy a újkori és legújabbkori európai történelem szerintem leghosszabb háborúja. Tehát még a második világháború is idézőjelben csak, mert ugye 6 év volt, 39-45. Ez a háború 8 éve, sőt, most már több mint 8,5 éve tart, és még nincs vége. Tehát itt egy elképesztő hosszú periódusról beszélünk, és hát azért emlékezzünk vissza, hogy a háború elején
volt egy minszki fegyverszünet, ugye Minszk 1, ahol Ukrajna az Ilovajszki vereség után hát kénytelen volt, hogy betartani a fegyverszünetet. Oroszország nem tartotta be ezt a fegyverszünetet, és a szeparatisták arra használták a fegyverszünetet, hogy további területeket foglaljanak el. Ugye így jutottak ki az Azovi-tenger partjára, nagyobb területhozva. A második minszki fegyverszünet sem működött azonnal, hogy a második minszki fegyverszünetet 15 februárjában kötik, egy újabb ukrán vereség után, de ott még hónapokig tart, amíg tényleg stabilizálódik a front 15 nyarára. Emlékezzünk vissza, hogy amikor az Európai Unió aláírta a társulási megállapodást Ukrajnával, akkor ennek az életbelépését az EU egy évvel elhalasztotta, mert ezt kérte Oroszország. És az Európai Unió Oroszország érzékenységére hivatkozva egy teljes évvel később léptette életbe a társulási megállapodást, reménykedve, hogy ez valamiféle kompromisszumot elősegít majd. Semmiféle kompromisszumot nem segített. Az égvilágon semmi. Annyi történt, hogy Ukrajna egy évvel később lett az EU-val társulási megállapodás, hogy belekavarodtam. Tehát hogy Ukrajnának egy évvel később sikerült megkötni a társulási megállapodást, az EU-val egy évvel később lépett hatályba. Tehát ezen Ukrajna veszített egy évet, senki más nem nyert semmit. Tehát elhitte akkor az Európai Unió Oroszországnak azt, hogy ha mi teszünk egy ilyen gesztus, hogy évvel kitoljuk az életbelépést, akkor majd jobb lesz. Nem lett jobb. És ugye a mostani háború felvezetésénél, mostani háború előkészítésénél emlékezzetek vissza a 21 decemberi két orosz hát ajánlat, ultimátum, javaslat, tehát az a két orosz dokumentum, amit Oroszország ugye benyújtott egyszer a NATO-nak, egyszer pedig ugye Washingtonnak, arról, hogy akkor milyen legyen az új európai biztonsági rendszer. Önmagában pikáns volt, mert ugye mindkét dokumentumban beszéltek Ukrajnáról, anélkül, hogy Ukrajnát megkérdezték volna, és mindkét dokumentum az európai biztonsági rendszerről szólt, anélkül, hogy egyetlen európai államot specifikusan megkérdeztek volna. És ez a két dokumentum, amivel kapcsolatban nagyon sok nyugati döntéshozó, nagyon sokat dolgozott december vége, meg január folyamán, amikor még volt arra remény, hogy talán ebből nem lesz háború, talán a dokumentumok mentén valamiféle értelmes tárgyalást el lehetne kezdeni, ma már pontosan tudjuk, elterelés volt semmit. Moszkvának esze ágában nem volt megállapodás. Ez az egész tárgyalási sorozat ez arról szólt, hogy csökkentse Ukrajna mögött a nyugati támogatást, bizonytalanságot keltsen annak kapcsán, hogy mi várható Oroszországtól, tehát erősítse Oroszország pozíciót. Semmiféle politikai engedményt nem hozott. Eredendően is ez volt a cél valószínűleg. Innentől kezdve, így, hogy Oroszország nem érte el a katonai céljait, nem érte el a politikai céljait, viszont katonai értelemben időre van szüksége, hogy a mozgósítás eredményeképpen több katonát tudjon a frontra vezényelni, meg valamennyire haladjon a veszteség pótlásával. Én nem nagyon látom, hogy ez a tárgyalási szándék az orosz részről valódi megegyezési szándékot tükrözne. Szerintem időt akarnak nyerni, semmi több, és azt gondolom, hogy ennek megfelel volna célszerű kezelni ezeket a próbálkozásokat. Tehát értsük meg, hogy itt az orosz fő stratégiai célok nem változtak ezen a ponton, hogy jelenleg most még nem akarnak megegyezni. Úgyhogy én ennyit gondoltam bevezetőnek, nagyon szépen köszönöm még egyszer, György, akkor visszaadom a szót. Köszönöm, hát mindjárt adom is tovább neked újra. A kérdés az, hogy kicsit közelítsünk onnan, hogy most még aktuálisan mi van meg a közeljövőben, mi lehet, és utána egy kicsit nagyobb képbe kinyitnám az egészet, hogy az, hogy mondjuk vannak városok, ahonnan evakuálják, vagy evakuálásra kérik az embereket, vagy azt javasolják, hogy költöz nyugatra, az ő azt is jelentheti, hogy oké, ezek a városok kiürülnek. Akkor ezek könnyebb célpontok az oroszoknak, nem? Mármint, hogy könnyebb elfoglalni ilyen városokat, meg ilyen területeket. Vagy rosszul gondolom? Igen és nem. Tehát, ugye, mivel borzasztó rossz a helyzet, ezért fontos, hogy pontosak legyünk a részletekben. Nincs olyan település, amit az energia problémák miatt evakuáltak volna. Arra kérik a lakosságot, hogy önként távozzon, de az a kényszer dimenzió, ami egy evakuálásban ott van, hogy tessék már pedig pakolni és menni, ha tetszik, ha nem. Ilyenre egyőre nem került sor. Kievről tudjuk, hogy vannak evakuációs tervek, Csernyihivről tudjuk, hogy vannak evakuációs tervek, de egyelőre ilyen léptékű kirítés sehol nincs. Lehet, hogy lesz, most még nem. Uh-huh. Úgy zajlik, hogy arra kérik a lakosságot, hogy aki tud, az menjen külföldre, aki nem tud, az pedig lehetőleg menjen vidékre. Tehát ahol ritkább a lakosság, ahol jobban meg lehet oldani azt, hogy kevésbé terhődjön a nagyvárosi hálózat. Egy pillanatra visszakapcsolok a térképre, azért, hogy lássuk azt, hogy ugye azok az ukrán városok, most elvileg látjátok megint a térképet,
Azok az ukrán városok, amiket a legsúlyosabban érintenek az áramkimaradások, azok részben az ország közepén vannak, ugye Kijev, Zsitomirt is érinti, Krivij Rihet is érinti, részben ugye az ország keleti részén, keleti és déli részén, ugye Dnipro is, Zaporizsia is súlyos állapot helyzetben van, Harkiv szintén, de ezek ugye mind a frontvonal mögött vannak, relatíve messze a frontvonaltól. Tehát nem nagyon tud előállni az a helyzet, hogy ezek a települések teljesen kirülnének, és védtelenül maradnának az orosz határ, vagy az orosz frontvonal felől. Tehát ha a polgári lakosság el is megy, az ukrán haderő ott marad, és továbbra is védeni fogja ezeket a településeket. Tehát nem hiszem, hogy ettől kell tartani, hogy a polgári lakosság kiürítése vagy távozása az megkönnyíteni Oroszország számára, hogy elfoglalja ezeket a városokat. Ilyen veszély szerencsére nincs, de mondjuk a helyzet ezzel együtt kíván elég rossz. Bekapcsolom megint a posztást. Értem. Herszont egyébként most, ahogy azt mondod, ugye azt ünnepeltük, hogy felszabadult Herszon, de közben azért az az érzésem, hogy ez csak egy taktikai lépés az oroszok részéről, hogy kivonultak arról a területről. Ez valóban, szóval jól érzékelem, vagy mit látsz? Itt egy picit optimistább vagyok. Tehát Hersonból az nem azért vonultak ki, mert trükköznek, hanem mert Hersont nem lehetett megtartani. Ugye, most így kibe fogunk kapcsolgatni a megosztást, nézzünk megint egy Herson térképet, mert az segít, hogy megértsük azt. Szoktam mondani, hogy a földrajz az borzasztó fontos. Ugye ez itt a Herson régió, itt, ahogy ez a Kahovkai víztározó, ahogy kiszélesedik a folyó, ugye be van duzzasztva a Kahovkai gáttal, és akkor itt jön lefele a Dnyeper, és ami a Dnyepertől nyugatra fekvő területeket, ugye három darab híd kötötte össze a Dnyepertől keletre fekvő területekkel. Ugye az Antonivkai közúti híd, mellette az Antonivkai vasúti híd, illetve a Kahovkai gát tetejére is volt felépítve egy közúti híd. És Ukrajna hónapok óta szisztematikusan rombolta ezeket a hidakat. Tehát most az orosz kivonulásra az a helyzet állt elő, hogy nem volt működő állandó szárazföldi kapcsolat a Dnyeper két partja között, így pedig egy 15-20 ezer főnyi orosz haderőt, ami ugye a Dnyeper nyugati részén volt, egyre nehezebbé vált ellátni. A nyári időszakban ez még csak-csak működött, de ahogy elkezdtek bejönni a téli hidegek, esők, minden ilyesmi, egyre nehezebbé vált az ellátás. Tehát Oroszország azért vonult ki Hersonból, mert az ellátási problémák miatt nem tudta már tartani az itteni csapatai helyzetét. Tehát Ukrajna nagyon tudatosan hónapokig, ez nyár közepe óta megy. Ugye nyugattól kapott nagy hatótávolságú precíziós tüzérséggel rombolta az orosz ellátási vonalakat. Logisztikai raktárakat, parancsnoki központokat, átrakó állomásokat, minden ilyesmi. Az ukránok ellenálltak a kísértésnek, hogy mondjuk egyes orosz lövegeket lőjenek szét, mondjuk a HIMARS rakétákkal, hanem ehelyett azt a kevés HIMARS rakéta indítót, amik van, meg a kevés HIMARS rakétát, azt nagyon fegyelmezetten itt az orosz logisztika rombolására használták. És ez a stratégia, ez néhány hónap után gyakorlatilag beérett. Tehát Oroszország úgy tesz, tehát az orosz narratívában az szerepe, hogy tervezett átcsoportosítást hajtottuk végre, de valójában ez egy kikényszerített visszavonulás volt. Oroszország ezt a területet elvesztette, máig nem tudjuk, hogy pontosan mennyi embert vesztettek a kivonulással. Ugye arról voltak szórványos hírek, hogy a kivonulás éjszakája az a utóvédnek kijelölt orosz csapatok számára elég véres fejleményeket hozott. Pontosan nem tudjuk, mennyi erőt veszítettek. De ezzel együtt is kénytelenek voltak feladni itt a Herson hídfőjüket. És ugye egyébként az, hogy ez tervezett volt, legalább bizonyos mértékben, azt mutatja, hogy Hersont hihetetlenül alaposan kifosztották. Tehát, hogy szisztematikusan kifosztották a várost, elpusztították a város egyetlen hőerőművét. Szintén energetikához értő kollégák, ugye van egy cyberthreat.report nevű magyar Facebookos közösség, meg most már van mögötte honlap is, a cyberthreat közösségében csatlakoztak hozzá, meg dolgoznak ott energetikához nagyon-nagyon komolyan értő szakemberek, és közülük írta valaki, hogy a Hersoni erőművet elképesztően precízen pusztították el, tehát pontosan tudták, hogy mik az erőmű legsebezhetőbb részei, és azokat szisztematikusan felrobbantották. Maguk az ukránok fogalmaznak úgy, hogy a Hersoni erőmű az gyakorlatilag egy darab vas. Tehát, hogy teljes egészében megsemmisült. De szisztematikusan szétrombolták az energiaellátást, és mindent elvittek, ami mozdítható. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a múzeumok tárlóit kifosztották. Patyomkin herceg csontjait kiásták a katedrálisból, és elvitték.
tűzoltó állomásra elvitték a tűzoltó autókat. Tehát, hogy itt a kivonulásnak része volt az is, hogy szervezetten nullára kifosztották Hersont, amennyire csak lehet. De tényleg, tehát ez a magyar sajtóban is benne volt, hogy a herszoni állatkertből elvitték az állatokat. Tehát, hogy ez egy olyan szintű, ilyen, nem is tudom, mi erre a jó szó. Tehát nem felpázsált föl, mert nem gyűjtották fel a várost, de azért mindent megtettek, hogy ne legyen élhető, és közben azért gondoskodtak arról is, hogy anyagilag se járnak rosszul. Egészen elképesztő. Tehát azért ilyen típus, tehát amit láttunk Kijevtől északra, levő fekvő területekről való orosz kivonulás során, ott inkább esetinek tűnt a fosztogatás. Néhány katona megpakolt egy teherautót némi háztartási géppel, ezzel, azzal kifosztottak szupermarketek, ilyesmik, de nem volt ennyire szervezett. Itt Hersonban az, hogy állatkertet, meg műkincseket el lehet vinni, itt nem az történt, hogy feldobálták őket teherautóra, szervezetten elszállították. Tehát ez egy egészen más szintje annak, hogy itt milyen pusztítás végzett Oroszország, de nem trükk, tehát ezt a területet tényleg elvesztették. Tél jön, vagy már van bizonyos helyeken, ahogy mondtad, esik a hó. Ez az időjárás, ez kinek kedvez? A támadónak, vagy a védőnek? Vagy lehet-e ezt így meghatározni? Ugye én a dihotómia mellé beraknék egy harmadik szereplőt, és ez a polgári lakosság. A polgári lakosságnak iszonyatosan nehéz lesz. És ugye ez nem a Magyarországon megszokott, vagy ez egy kellemes tél, mínusz néhány fok, hanem ez az igazi kemény kelet-európai tél, ahol hetekig lehet mínusz 20 fok és nagyon nagy hó. Tehát itt a legjobban a polgári lakosság fog szenvedni. Ami a harcoló feleket illeti, szoktuk úgy elképzelni az orosz hadsereget, hogy jó volt az orosz hadsereg, az remekül tud háborúzni télen, lám 1941 telén, Moszkva alatt milyen jól csináltak egy ellentámadást, hogy náci Németország hadsereg, ugye Wehrmacht ellen. Valójában ez a mostani orosz hadsereg, ez nem tűnik úgy, hogy különösebben alkalmas lenne hosszú kiterjedt téli műveletek folytatására. Honnan lehet ezt sejteni? Tudni nem tudjuk, de sejteni azért lehet. Egyrészt onnan, hogy amikor elindul a háború, február 24-én, emlékezzetek vissza, hogy mi volt az orosz csapatösszevonás fedősztória például Belarusban. Ugye az volt, hogy hadgyakorlat. Február 10-től 20-áig volt a Szajuznaja Resimoszt, szövetségi elhatározás, vagy szövetségi elszántság, mondjuk, hogy így lehetne fordítani. Tehát volt egy orosz hadgyakorlat Belarusban, február 10-től 20-áig, és az orosz katonák ott a hadgyakorlat keretében meg már előtte felvonultatták Belarusban, lement a gyakorlat. Ezek anyomorultak, ugye kint laktak a belarusz télben, sátorban, az erdőben. És amikor elindul a háború, akkor a háború első napjaiban, vagy hát mostani az eszkaláció, az első napokban az orosz hadifoglyokon azt lehetett látni, hogy rengetegen vannak fagyási sérülésekkel, lesoványodva, betegen, mert hát hetek is sátoroztak a pusztában. És az még a hivatásos orosz hadsereg volt. Az még a profik voltak. Az, hogy a 300 ezer mozgósított katonának milyen téli felszerelés jut, hát ezzel kapcsolatban én nem nagyon tudok optimista véleményről. Tehát ugye, amikor még a saját egyenruhát, meg a hálózsákjukat is maguknak kell megvenni, akinek pedig nincs pénze jó hálózsákra, nem lesz jó hálózsákja, azzal a tél nagyon-nagyon ki tud majd babrálni. És ehhez képest ukrán oldalon mit látunk? Az ukrán hadsereg se lenne sokkal gazdagabb önmagától, de itt a nyugati segítség az kulcsfontosságú lesz. Kedvenc példám, ugye rengeteg nyugati ország ad téli felszerelést, egyedül Kanada, és csak egy ország, 500 ezer egyenruhát ad, téli egyenruhát. És a kanadai téli egyenruha az olyasmi, mert az ember úgy ránézésre bízhat. Tehát Kanadában nagyjából tudják, hogy mi az. Ha Algéria adna téli egyenruhát, az azt nem segítene annyit, de egy kanadai egyenruhában lehet bízni. És ez csak Kanada. Kapnak felszerelést a balti államoktól, kapnak felszerelést az északi államoktól. Tehát az ukrán hadsereg katonái így egyenruha meg ellátottság tekintetében valószínűleg jobb helyzetben lesznek. Hasonló a helyzet a lakossági támogatással is. Ugye, ha magunk elé képzeljük a frontot, az ukrán hadsereg mögött a saját országuk van, a saját területük, támaszkodhatnak a civil lakosság támogatására. Az orosz megszállók kevésbé támaszkodhatnak a civil lakosság támogatására, egyrészt mert a civil lakosság nem boldogat, hogy ők ott vannak, másrészt a civil lakosság jelentős része elmenekül. Tehát itt én arra számítok, hogy ez a tél, ez az orosz hadseregnek nehezebb lesz. És minél keményebb lesz a tél, annál nehezebb lesz az orosz hadseregnek. Itt az, hogy az orosz haderő nagy támadó műveleteket, egyetem bármilyen támadó műveletet tudjon folytatni, ez erősen kérdőjeles. Ezt a Donbasszi eszelős rohamot, vagy
ezt ennyien nyomják a Donbasszt, ezt szerintem fenntartják télen is. Hát a Donbasszban láthatóan télen nem drága neki az ember élet. De az, hogy bármiféle nagy áttörést csinálnak, vagy bármiféle villámháborús akciót ilyen télen biztosan nem lesz. Tehát itt furcsa módon azt gondolnánk, hogy a technikailag a háború elején hátrányosabb helyzetben a ukrán hadseregnek lenne nehezebb a tél, de nem, az elmúlt 9,5 hónapban ez megfordult. Tehát én azt, arra számítok, hogy az ukrán hadsereg könnyebben fogja viselni a telet, az együtt, hogy nekik is nagyon nehéz lesz. Tehát kinek lesz milyen rossz, ha ilyen dobogós sorrendet akarnánk felállítani, a legrosszabb nyilván a polgári lakosság, utána az orosz hadsereg, az ukrán hadsereg úgymond csak bronzérmes lesz. És a hadereje a két országnak egymáshoz viszonyítva az, hogy is mondjam, össze tudjuk hasonlítani, hogy ez mekkora, igen, értem, Ukrajna nyugati támogatásoknak kiszolgáltatott, és most tudnád sorolni, meg én is kijegyzeteltem pár dolgot, hogy mi mindent kap, mennyi minden országtól, Oroszország pedig nem, illetve Irán bejelentkezett arra, hogy szívesen építene valahol Szibériában egy drón összegyártó üzemet, de gondolom ez hosszú idő, szóval, hogy mifelé tart most, mi van Ukrajnának, mi van Oroszországnak, és mondjuk az elkövetkezendő fél évre ebből még mi látszik, hogy mi lesz, vagy hogy alakul ez majd? De kezdjük a létszámokkal, mert azok mégiscsak konkrét számok, bár nyilván teljesen pontos számokat nem lehet tudni. Ugye jelenleg Ukrajna nagyjából 1 millió embert tart fegyverben. Ez nagyon-nagyon sok. Ez 1 millió, ez úgy jön ki, hogy a hadsereg, a rendőrség, a határőrség, a területvédelmi alakulatok, a mindenféle milíciák, ez összesen körülbelül 1 millió. Ennek nyilván eltérő a hadszértéke, az ukrán hivatásos hadsereg, meg azok az alakulatai, amik február óta harcolnak a Donbaszban, azok nyilván mostanra kivéreztek, meggyengültek. Rengeteg olyan területvédelmi alakulat van, ami tényleg a háború legelején alakult meg, sok esetben gyakorlatilag teljesen képzetlen emberekből. Ezek beletanulnak nyilván a háborúzásba, de hát ugye ott is vannak veszteségek, de ezzel együtt számszerűen, ha a számokra beszélünk, Ukrajnának körülbelül 1 millió fegyverese van pillanatnyilag, és ez szükség esetén ezt a számot lehet növelni. Oroszország esetében ugye a teljes támadó kontingens az körülbelül 200 000 fő volt, ebből mostanra legalább 100 000 kiesett, tehát vagy meghalt, vagy megsebesült, tehát súlyosan megsebesült, tehát harcolni nem fog. Az ukrán veszteség mekkora? Erre az ukránok nem mondanak semmit. Az amerikaiak azt mondják, hogy összevethető az orosszal. Picit kevesebb, de hogy nagyjából ugyanannyi. De ugye az ukrán veszteség az egy magasabb bázisról indul. Tehát több katonából veszítenek ugyanannyit, mint Oroszország. Ugye az orosz haderő az ebből 201 néhány ezer fős támadó kontingensből, tehát 100 000 főt biztosan elvesztett. A másik 100 000 az jelentős részben 9 hónapja harcolt, tehát kimerült, leharcolt, fáradt. Oroszország rengeteg más alakulatot is, tehát más alakulatot is áthoztak az ország más részeiből, és vetettek be Ukrajnába. Tényleg az északi-sarki vidéken, északi-sarki körhöz, vagy az északi flotta, ugye parancsnokság szempontjából, a sarkvidéki területekről is áthoztak alakulatokat Ukrajnába. A távol-keletről hoztak át tengerészgyalogos egységet, ezek is harcolnak Ukrajnában. Én 3 évet dolgoztam Finnországban, kapcsolatban vagyok a finn kollégákkal mai napig. Ők azt mondják, hogy a határ túlsó oldalán az orosz bázisok gyakorlatilag kiürültek. A Leningrád is kiürült. Tehát akit lehetett, azt már elvitték Ukrajnába harcolni. Tehát valószínűleg olyan, nyilván ez sötétben tapogatózás, 150-200 000 főnyi orosz katona, aki hivatásos vagy szerződés, ez feltétlenül most is Ukrajnában, vagy az Ukrajnában a szomszédos területeken van. És ugye ehhez jön a mozgósítottak tömege. Ugye kb. 300 000 embert mozgósítottak, ebből orosz hivatalos közlés szerint, és ugye itt a hivatalos közléseket tudunk támaszkodni, ebből kb. 80 000 van már Ukrajnában, és ebből 80 000-nek nagyjából a fele a fronton. Tehát, hogy olyan valahol 200 000 és 300 000 fő között lehet az Ukrajnában, az Ukrajna közvetlen környékén levő orosz katonák száma, de ebből 80 000 az septében berántott mozgósított katona, gyakorlatilag nulla harcértékkel, és további 100 000 pedig olyan orosz katona, aki 9-9,5 hónapig harcolt, gyenge, fáradt, kimerült, kivezett alakulatok. De itt ezért mondtam, hogy Oroszországnak időre van szüksége. Mert ahogy a mód, hogy mozgósítottak 300 000 embert, egyrészt, másrészt senki nem garantálja, hogy vége lenne a mozgósításnak. Egyébként még jogilag sincs vége, tehát érdekes dolog.
Most éppen keveseket mozgósítanak, zajlik egyébként egy kis léptékben, de bármikor lehet egy újabb mozgósítási hullám. Az, hogy a mozgósítottakat kiképezd, felszereld, Ukrajnába vidd, ez mind idő kell. Ami aggasztó, és nem tudjuk, hogy mire készülnek vele, ugye Oroszországban továbbra is van sorkatonaság. Mindig tavasszal van egy sorozási ciklus, meg ősszel. Nagyjából 130-130 ezer embert soroznak mindkét alkalommal. Az idei őszi sorozást a hagyományos szeptember 1-i kezdettől eltolták 2 hónapra, tehát november 1-ével kezdtek sorozni, 120 ezer fiatal soroznak be. Most ugye, akit mozgósítanak, elvileg, nem mindig, mert oroszosan megy a dolog, de elvileg ezek olyan emberek, akiknek már van katonai tapasztalatuk, legalább sorkatonák voltak. Tehát mozgósítottnak elvben egy rövidebb emlékeztető képzés elég, hogy legalább valamiféle harcértéke legyen. A sorkatonák, ők viszont nulláról kezdenek. Tehát, hogy a középiskolából 17 évesen kijött orosz fiatalok, hogy Oroszországban 17 éves korban fejezett a középiskolát alapesetben. Tehát itt, akiket soroznak, nekik nulláról kezdődő kiképzésük, alapesetben ez legalább 6 hónap, lehet, hogy ezt rövidítik, de 4 hónapnál sokkal rövidebb nem lehet. Az a kérdés, hogy amikor a sorkatonák kiképzése befejeződik, vagy elér egy bizonyos szintet, akkor be fogják-e vetni a sorkatonákat Ukrajnába? És ha igen, akkor hol? A Donbassban? Az a trükk, hogy ugye a sorkatonákat az orosz alkotmány szerint nem lehet külföldön bevetni. De az annexió óta orosz jog szerint Ukrajna egyes megyei orosz területnek számítanak. Az nagy kérdés, hogy a sorkatonákat harcba vetik-e. Én arra számítok, hogy nem, mert az talán még Oroszországban is felháborodást okozna, de kiszolgáló feladatokra, támogató feladatokra igenis szerintem be lehet majd vetni a sorkatonákat is. Mind a mozgósítottak kiképzése, mind a sorkatonák kiképzésének az időbelisége arra mutat, hogy itt Oroszország a telet valahogy ki akarja bekkelni, és valamikor tavasszal, majd amikor elolvad a hó és megszáradnak az utak, akkor szerintem lesz egy újabb nagy orosz offenzíva. És azért érdekes, hogy mi lesz addig a nyugati, az Ukrajnának jutó nyugati eszközökkel, támogatásokkal, mert ahogy te is egy kicsit korábban egyik beszélgetésben mondtad, hogy azért ezeket az eszközöket, amelyek elpusztulnak, vagy megsemmisülnek, ezeket valahogy újra kell gyártani, de az nem úgy van, hogy egyik pillanatról a másikra megy. És közben az is úgy tűnik ma, hogy a Németország Lengyelországnak ajánlott fel, azt hiszem, rakétavédelmi rendszert, vagy már nem tudom pontosan, de hogy talán máshol is szükség van eszközökre, vagy hadi eszközökre, vagy legalábbis egyfajta készültségre erre, és hogy van-e annyi készlet, hogy ezzel minden finansz vagy fedezhető, illetve hogy jöhet-e egy olyan pont, ahol azt mondja, ahol nem jut annyi támogatás mondjuk Nyugat-Európából, vagy más nyugati országokból, a világból Ukrajnának, hogy mondjuk nem tudja tartani azt, amit most eddig meg tudott csinálni. Nagyon releváns és nagyon lényeges kérdés. Ugye a nyugat nem azért ad annyi eszközt, amennyit ad, mert nem akar többet adni, vagy mert gonosz, vagy mert nem szeret ukránokat, hanem mert ennyi eszköz átadása az, ami logisztikai szempontból fenntartható. Ennyi eszközhöz van elsősorban lőszer, ennyi eszköz van legyártva egyáltalán. Tehát ennyi eszköz lehet úgy átadni, hogy nyugat védelmi képességei nem csökkennek döntő mértékben. Az, hogy a hardware vesztességeket tudjuk kezelni, egyelőre ez kezelhetőnek tűnik. Tehát azokból az eszközökből, amikből tényleg kevés van, és Ukrajna ebből a kevésből kapott, ezekből az ukránoknak nagy vesztességei még nincsenek. Tehát mondok példát, a néhány tucatnyi HIMARS rakétasorozatvetőből még nincs dokumentált eset arra, hogy megsemmisít volna akár csak egy is. Az oroszok persze mindig bejelentik, hogy hány ilyet lőttek ki, de kilőtt HIMARS van, csak még senki nem látott, legalábbis tegnapi állapot szerint. Én most Berlinben vagyok, ma nem néztem híreket, tehát lehet, hogy tegnapról már történt valami, de tegnapi állapot szerint senki nem látott még kilőtt HIMARS-t, tehát hogy az ukránok ezekre vigyáznak, páncerhaubicét sem vesztettek, tehát a németektől kapott önjáró löveget, amerikaiaktól kapott taracból már többet is elveszítettek, tehát van valamekkora vesztesség hardwareben, de ezek egyelőre a nyugati hardware tekintetében nagyjából kezelhetőnek tűnnek, meg utánpótlás is van. Ami kritikusabb a nyugati ellátás tekintetében, az a tüzérségi lőszer. Tehát itt iszonyatos mennyiségekről beszélünk. Ugye Oroszország még rosszabb napjain, és az orosz tüzérség 60-70 ezer lövést le tud adni. A csúcspont az bőven 100 ezer fölött volt.
Az ukrán tüzérség ennek a tizedére képes talán. Tehát Ukrajna ilyen 5-6-8 ezeret tud lőni egy nap, és ez sem minden nap. És ugye az a szűk keresztmetszet, hogy a nyugatnak olyan nagyon sok tüzérségi lőszerkészlete nem volt. Tehát akik értenek hozzá, tüzér sem vagyok, viszont van kollégám, aki tüzérként kezdett, tehát érte ez. Azt mondja, hogy a lőszerellátás tekintetében gyorsabban fogy a készlet, amit ugye átadunk Ukrajnának, mint amennyit gyártani tudunk. Tehát lehetséges, hogy lesz egy időszak, amikor kevesebb tüzérségi lőszer jut Ukrajnának. De ugye ez egyébként egy viszonylag jól kalkulálható dolog. Azt tűnik valószínűleg, hogy inkább nem az lesz, hogy egy stabil ellátási szint, ami ezt a hirtelen bezuhan, hanem ez egy ilyen menedzselt hiány lesz, tehát hogy kicsit alacsonyabbá válik a lőszerellátás szintje, amíg mondjuk a nyugaton fel lehet pörgetni a gyártást, vagy be lehet szerezni más országoktól még ezekhez a fegyverekhez való lőszert. Tehát itt a tüzérségi lőszerellátás az, ami kritikus lehet. Ebben lehetnek problémák. Törés nem. Tehát én nem számítok arra, hogy hirtelen leállna az ukrán tüzérség. És ugye még egy dolog, az ukrán tüzérség mindvégig hátrányban volt. Tehát mindig kevesebbet lőttek, mint az oroszok. Egyrészt ugye Ukrajnának egyre több precíziós fegyvere van, tehát nem kell 40-50 lövést leadni, hogy eltalálja egy célpontot, hanem egy elég, vagy legfeljebb kettő. És azzal együtt is, ez a második dolog, azzal együtt is, hogy mindvégig hátrányban volt a tüzérségük, ezzel együtt is egészen tisztességes eredményeket értek az elmúlt hónapokban. Tehát hogy önmagában az, ha az ukrán tüzérség hátrányban van, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy Ukrajna veszítene a fronton, sőt, ugye eddig ennek az ellenkezőjét látjuk, itt a Donbass lehet kérdőjeles. Tehát a Donbassban akkora az orosz tüzérségi fölény, ezt egy lengyel kollega fogalmazta meg így, hogy gyakorlatilag az oroszok mindent szétlőnek, aztán a katonák átmásznak a romokon. Tehát, hogy közel harc már nem is nagyon van. Tehát itt a Donbassra koncentrál az orosz tüzérség, utolsó dolog tüzérség kapcsán, ugye Oroszország is veszíti el a modern fegyvereit. Modern tüzérségi eszközeket, ugye precíziós lőszert már nem tudnak gyártani. Vannak ilyen vicces dolgok, hogy a legnagyobb hatótávolságú rakéta, vagy lőtávolságú rakéta sorozatvetőjükben, ugye a Tornádó G meg S sorozatokban, a rakétát, ami ugye célra vezeti, abban amerikai giroszkóp van. Hát most már nincs. Ebben nem tudtak autonommá válni, ilyet nem tudnak most gyártani amerikai eszközök hiányában, tehát ellövik a meglevő készleteket, és nyilván nem az egészet, mert valami kínai határa is meg kell tartani. Tehát a precíziós fegyverekből egyre inkább fogynak ki. Viszont nem precíziós fegyverekből, egyszerűsítve fogalmazva régi szovjet vasakból, iszonyatos mennyiség van. Tehát inkább az látszik az olasz hadsereg kapcsán a trendnek, hogy egy viszonylag high-tech hadseregből mennek egy egyre inkább low-tech, egyre alacsonyabb technikai színvonalú hadsereg felé. Ilyen low-tech eszközben viszont raktáron írtózatos mennyiség van. Szét van lopva, nem volt karbantartva, T-62-es harckocsik, ugye idén 60 évesek, de ezzel együtt itt a háromból össze lehet rakni egy működött. Tehát ezt a low-tech erőfeszítést, ezt Oroszország valószínűleg elég sokáig fent tudja tartani. Azért van itt még egy eszköz, amiről te is szoktál beszélni, hogy az információ, illetve a dezinformáció is egy hadviselési eszköz, amit az oroszok elég ügyesen művelnek, és valahogy az én fejemben úgy áll össze, aztán majd mondod, hogy ez így oké, vagy nem, hogyha a nyugati országok rá, a állampolgárai rávehetők arra, hogy Ukrajnát tovább ne támogassa az ő országuk bizonyos eszközökkel, akkor azért az az állás, ami most, vagy az a helyzet, ami most látszik ebben a háborúban, az eléggé megfordulhat. Ez megint, nyilván nem látjuk a jövőt, tehát nem nagyon látom azt, hogy hogyan manifesztálódna az, már így politikai, vagy ha úgy tetszik, politikai technikai értelemben, hogy hogyan manifesztálódna az, hogy a nyugati társadalom arra kényszeríti a saját kormányát, hogy továbbiakban ne támogassa Ukrajnát. Most Magyarország, ne beszéljünk, ez egy speciális eset, de ugye az amerikai félidős választásokon láttuk, hogy a külpolitika, Ukrajna teljesen marginális téma volt. Ugye most Bulgáriában volt egy választás, az is belpolitikáról szólt, marginális ügy volt az Ukrajnáról szóló viszont. A lettországi választásokon ott igazából csak azon versenyeztek a pártok, hogy ki orosz ellenesebb. Tehát nem volt az ukrán támogatási agenda semmiféle töréspont, mindenki támogatni akarta Ukrajnát. És ugye
ott nagyon hirtelen most más választás nem jön. Szóval nem nagyon látom, hogy nyugati demokráciákban ez hogyan történne technikailag, hogy akkor népfelkelés történne, támogassuk már a továbbiakban, tehát hogy nem annyira valószínű ez. Hát itt az amerikai félidős választások voltak kritikus fontosságúak, és az látszik, hogy a sokak által várt, sokak által rettegett nagy republikánus áttörés az nem következett be. Tehát hogy nagyon nagy törés az Egyesült Államok ukrajna politikájában én szerintem nem lesz. Tehát akkor azt mondod, hogy az, hogy ugye azt mondtad egy fél órával korábban, hogy Oroszországnak célja az, hogy leválassza a nyugatot Ukrajnáról, erre te azt mondod, hogy valószínűleg ez nem fog sikerülni. Szerintem nem. Annál is inkább nem. Egyrészt nagyon nehéz lenne a társadalom, az hogyan leváltja a saját kormányát, tehát meg most mondjuk a téli palotát, vagy az Elizé palotát, vagy nem tudom. Tehát egyrészt technikailag ez nehéz. Másrészt az Ukrajnának nyújtott támogatás, az megint cinikusan fogok fogalmazni, és hozzá nem értő bölcsészként, de a nyugati társadalmak jelentős részét nem érinti közvetlen. Tehát fegyvert adunk át, de a nyugati társadalmak a fegyvereket nem használják, a katonák használják, de a hadsereg egy kicsik. Tehát fegyver megy viszonylag sok. Mondjuk pont emiatt jöhet az, hogy az emberek azt mondják, hogy jaj, hát én már békét szeretnék. A nyugati társadalmakban ugye ezt. Na de, és most jön a harmadik dolog, de még a másodikhoz mondok még valamit. Tehát egyrészt fegyver megy sok, meg katonai felszerelés, az a társadalom nagy részét nem érinti, meg ezen kívül pénz megy, de pénz meg úgy azért igazából van. Tehát fel lehet venni kollektív hitelt Ukrajna támogatása, ugye ezt próbálja az Európai Unió, ez a 18 milliárddal ment mindenféle más csatornájú támogatás, és fel kell menni a bizottság honlapjára, hogy milyen módokon segít az EU. Tehát, hogy pénzt éppenséggel tudunk adni erre a dologra. És ugye az a harmadik, hogy az a feltételezés, hogyha fegyverszünet lenne, ugye nem béke, az egy következő lépés, de mondjuk fegyverszünet lenne, akkor a gazdasági nehézségek javulnának, vagy hogy alacsonyabb lenne az energiaár, ezt miből gondoljuk? Tehát ez egy teljesen téves logikai kapcsolat, hogy itt lenne bármiféle automatizmus. Tehát attól, hogy lenne egy fegyverszünet, én nem gondolom, hogy bárki épeszű ember vissza akarna menni a Gazprom ölelő karjaiba. Tehát itt az látszik, hogy szerintem Európa eldöntötte azt, hogy amennyire lehet, leválik az orosz energiahordozókról. A kőolajról gyakorlatilag azonnal, hogy a december 5-től lép életben nyersolajimport tilalma, február elejétől a feldolgozott olajtermékek tilalma, Magyarország kivétel, de azért nem vagyunk akkora halak. Tehát itt az olajról elég gyorsan leválunk, a szénről már leváltunk, ugye augusztustól, tehát az már életbe lépett. A gázimporttal kapcsolatban ilyen explicit tilalom egyőre nem látszik, hogy kialakulna, de a tagállamok önkéntesen válnak rá az orosz gázon, mert Oroszország ugye manipulálja az árakat tavaly évtől kezdve, egyes vezetéken meg egyszerűen nem szállít. És ugye más vezetékek meg misztikus módon felrobbantak. Tehát itt Európában vezetékes orosz gáz már alig jön. Cseppfolyós orosz gáz jön, de a cseppfolyós egyrészt ki lehet váltani, meg valószínűleg az, tehát erről is le fogunk jönni. És persze drága leválni az orosz gáz, nyilván. De, és megint nem a saját tudásom, vagy saját bölcsességem, hanem más valakié, de hogy semmi nem olyan drága, mint egy kiszámíthatatlan partner. Tehát, hogy jogász szemmel végignézzük, hogy az Európa és Oroszország közötti gázszállítási szerződések azok hogy dőltek romba, mert semmiféle szerződéses kötelezettséget Oroszország nem teljesít, meg most már a nyugati jelentős része sem. Tehát azok a hosszú távú szerződések, amire az egész alapult, ez teljes egészében romba dőlt. És nyilván a jogászok remekül eljátszanak mindenféle arbitrációs bíróságokon évekig, de ez a rövid távú gázszállítási problémákon nem segít. Nem hiszem, hogy bárki épeszű energetikai szakember azt gondolná, hogy a történtek után meg lehet azt kockáztatni, hogy bármilyen szintű függésben maradjunk Oroszországtól. Nyilván valamekkora függés lesz, tehát idő ezt kivezetne. Átfogalmazom tehát, hogy racionális lenne nem a függés minimalizálására törekedni. És lesz ennek egy ilyen inerciális, egy tehetetlenségi dimenziója is. Rengeteg pénzt törünk LNG terminálok építésébe, alternatív gázforrások felkutatásába és a technikai kapcsolatban létrehozásába. Innentől, ha visszamennénk az orosz gázhoz, akkor ezek a befektetéseink füsté válnának. Ezt nyilván nem akarjuk.
Nyilván. Tehát van egy ilyen befektetési, tehetetlenségi dimenzió, és ennek szerintem leválunk az orosz energiahordozóktól. A nukleáris az egy külön történet lesz, de az költségvetés tekintve az egy kisebb súly dolog, meg a zsarolási potenciál is kisebb lenne. Érkezett pár kérdés, úgyhogy azért ezeket neki teret engednék, és utána majd még vissza foglak kérni. Egyrészt Plecser Tamás kérdezi, hogy az USA vezérkari főnöke napokban arról beszélt, hogy Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút rövid távon. Mi a véleményed arról, hogy a konfliktusosan mi lehet a reális ukrán hadi cél, mekkora területek visszaszerzése lehet reális, mielőtt a két fél tűzszünetet kötne? Hú, ez most egy ilyen megkönnyebbű sóhaj. Hát nagyon féltem attól, hogy Tamás valamit a saját szakterületéről kérdez, és akkor pislognék, mint halaszatyorban. Tehát ugye ez, ahhoz ember ő foglalkozik, ahhoz olyan szintet, hogy senki nem ért, mint ő. Úgyhogy nagyon örülök, Tamás, hogy nem olyat kérdeztél, tényleg köszi. Az ukránok azt mondják, hogy minden területet vissza akarnak foglalni. Nyilván. És megint kapcsolok egy térképet, mert jobban fog látszani. Megint az áttekintő térképet. De nem Herszó, hanem fölmegyünk az áttekintő térképre. Ugye ezek a különféle árnyalatú vörös, vagy nem tudom, rózsaszín, nem tudom, nem érdemes színekről beszélgetni, de hogy ezek a vörösesnek tűnő területek, ezek a megszállt területek. És ugye Ukrajnának is priorizálnia kell, hogy minek a visszaszerzésére koncentrál. Én azt tartom valószínűleg, hogy elsősorban azoknak a területeknek a visszaszerzésére koncentrál majd, amiket Oroszország idén februártól kezdve szállt meg. Luhanszk megye északi része, Zaporizzsia megyének a déli része, és ugye Herszon megyének a keleti része. Miért ezekre a területekre koncentrál? Mert itt volt a legkevesebb ideje az orosz uralomnak megszilárdulni. Itt a lakosság, és pláne Herszon felszabadítása ilyen szempontból nagyon nagy siker, itt még van polgári lakosság, itt egyes területeken van komoly ellenállás az oroszokkal szemben. Itt egy Zaporizzsia megyében ez a kék csíkos terület, ez nem képernyőhiba, ez azt mutatja, hogy ott abban a térségben erős ukrán partizán tevékenység van. Tehát itt van ellenállás, itt várják az ukrán hadsereget vissza, itt várják az ukrán felszabadítókat, ezek a területeken nem voltak olyan nagyon nagy harcok a háború elején. Ezek a területek kevésbé pusztultak el. Itt még van mit visszaszerezni. Lakosság szempontjából is, meg infrastruktúra szempontjából is. De szerintem ezek lesznek a prioritások, és aztán, ha ez meg lesz, Luhanszk megye, illetőleg északi része, illetőleg Zaporizzsia megye, déli része, ami után nyilván Herszon keleti része is bukik, orosz szempontból, utána jön majd a kérdés, hogy hogyan tovább. Én nem hiszem, hogy Ukrajna megállna, mielőtt ezeket a területeket visszaszerzi. Az ukránok azt mondják, hogy mindent vissza. Szerintem katonai értelemben az a reális, hogy a február 24-ei de facto határok akarnak visszamenni. Tehát vissza akarják szerezni azokat a területeket, amiket február 24 óta elvesztettek, mert egyébként Donyeck és Luhanszk megyének ezek a sűrűn csíkozott részei, ezek 8 éve vannak orosz megszállás alatt. Ott alig maradt lakosság, az infrastruktúra teljesen elpusztult, annak az ott maradt lakosságnak pedig 8 éve mossa az agyát az orosz propaganda. Tehát ha sorrendiséget állítunk föl, akkor a legkönnyebb frissen megszállt területeket visszaszerezni. A második csoport már elég nehéz, az a Donbass, tehát a megszállt Donbass. Bennem komoly kérdőjelek vannak Ukrajnának, ez megérnie. Tehát ott a Donbassban tényleg semmi nem maradt. Tehát van egy Tomás Forró nevű szlovák újságíró, hadidrósító, neki jelent meg nem régiben a Donbass nászutas lakosztálya háború hotelben című kötete. Tomás Forró egészen egyedi dolgot csinált, hónapokat töltött a megszállt Donbassban többször. Jó tud oroszul, jó újságíró, megvannak a kapcsolata, nem is fél tapasztalt haritudósító, és megírta, hogy milyen a megszállt Donbass. Ugye a könyvnek előnye, hogy le lehet tenni. Az ember éppen nem bírja. Moziban ezt nehezebb megcsinálni. A Szergej Lozsnica féle Donbasszi történetek című filmet tudnám ajánlani, csak nem lehet közben kimenni. Iszonyatosan nyomasztó pedig az a háború eleje, hogy milyen az, amikor a teljes jog, nem is jogfosztottság ez, teljes jogtalanság uralkodik a Donbassban. Tehát tényleg csak az erőszak van, semmiféle jogrendszer nincs, és ez megy már 8 éve.
Tehát érdemes megnézni a Loznica féle donyecki történeteket is, és az ott maradt lakosság az ennek van kitéve 8 éve. Tehát, hogy a Donbass visszaszerzése sem volna egyszerű, ez mondjuk a második kategória, és szerintem a legnehezebb, azt gondolom, hogy de facto lehetetlen, az a Krím. Tehát ugye Ukrajnának, ugye a legutolsó népszámlálás, ami még rendes hivatalos népszámlálás volt, az 2001. Ukrajnának akkor egyetlen olyan megyéje volt, vagy hát területe, mert ugye a Krím autonóm köztársaság az nem megye volt, hanem autonóm köztársaság, de ugye a Krím volt az egyetlen olyan terület, ahol orosz többség volt. Mindenhol máshol jelentős számú orosz lakosság volt, de többséget egyedül a Krímben alkottak. Tehát eleve orosz többség. Kettő, a Krímet ugye Oroszország harc nélkül szállta meg, a Krímbe öntik a pénzt 8 éve, nincs az a fajta tényleg az élet minden területét megrágó, kiköpő és megemésztő terror, mint a Donbaszban. A Krímben sem jó krími tatárok vagy ukrán aktivistának lenni. Tehát a megszállás után ott nagyon goromba dolgok történtek. Ha valaki olvas oroszul, az orosz emberjogi ombudsmannak ugye vannak éves jelentései. És a 15-ös éves jelentésben szerepel néhány mondat arról, hogy hát a Krímben eltűnések vannak, meg törvénytelenségek, meg hát nagyon finoman fogalmaz, de amikor már az állam által foglalkoztatott ombudsman jelentésében is benne van, hogy problémás a krími emberjogi helyzet, hát az tényleg problémás volt. De a Krímben a megszállás utáni egy-két évben gyakorlatilag letörték mindenfajta ukrán ellenállást, és az aktivistákat, politikusokat vagy bezárták, vagy külföldre kényszerítették. A Krím sokkal szilárdabban van a kezükben, és ugye identitás szempontjából is a Krím az, tehát nagyon sokat tényleg Oroszország részének gondolják, és a fő érvem amellett, hogy a Krímet nagyon nehéz volna visszaszerezni, az a Krím stratégiai jelentősége. Tehát Oroszország 2014 óta folyamatosan erődíti a Krímet. Újra nyitnak régi szovjet bázisokat, kibővítenek elfoglalt ukrán bázisokat, és egyre több hadianyagot, fegyvert, felszerelést visznek a Krímbe. A Krímet nagyon-nagyon meg akarják tartani. Tehát a Krímet katonai értem, hogy iszonyatosan nehéz lenne visszaszerezni, és akkor mondjuk képzeljük el Szevasztopol ostromát. Tehát az a Szevasztopol, ami ugye egy színorosz város, és olyan szinten orosz város, ugye Szevasztopolt a II. Világháborúban a náci Németország sokáig ostromolta, Szevasztopol a Szovjetunió ősvárosainak egyike. Tehát képzeljük el azt a helyzetet, amikor egy 350 ezer fős, full, teljesen orosz várost az ukrán hadsereg próbál házról házra visszafoglalni. Tehát Szevasztopol az egy ilyen Mariupol lenne, nem tudom, hanyadik hányadon. Tehát nem nagyon látom azt, hogy katonailag reális lenne visszafoglalni a Krímet. Szerintem, ha Oroszország valamiért hajlandó lenne atomfegyvert használni, az a Krím megtartása. Tehát én arra számítok, hogy Ukrajna a február óta elvesztett területeket mindenképpen vissza akarja foglalni, és utána lehet, hogy elkezdődik majd valami alkotozás. Köszi szépen. Ha már az atomfegyvert említetted, meg az atomot, azt hiszem gyakran mondod, hogy olvassunk Eszbírót, meg hallgassunk Eszbírót, és éppen Eszbíró Zoltántól hallgattam ezt, hogy gyakorlatilag mostanáig ugye az oroszoknak egy jelentős atomfegyver készlete van, a világ egyik legnagyobbika, de egészen mostanáig nem volt divat ezzel, hogy fenyegetni. És most pedig ez is történik, hogy ez reális veszélye, ez a fenyegetés, vagy nem. Vagy szóval az atomról mit kell tudnunk, hogy kell értenünk, akár azt is, például, hogy mi az a taktikai atomfegyver, mert ami olyan, úgy tűnik, mintha olyan, nem lenne olyan komoly, de hát azért ez valószínűleg nem így van. Én egy picit kitágítanám a kérdést. Tehát tömegpusztító fegyverekről beszéljünk általában. Ugye négy típusú tömegpusztító fegyver van, vegyi, biológiai, radioaktív és nukleáris. Ugye biológiai fegyvert biztosan nem fognak használni, mert attól a saját lakosságokat sem lehet megvédeni. Radiológiai fegyvert szintén nem. Ugye a radiológiai fegyver az, ami radioaktív anyag szétszórásával elszennyez nagyobb területeket. Radiológiai fegyvert szintén nem nagyon fognak használni, mert az a saját csapataikra is veszélyes volna, meg ha területet akarnak szerezni, akkor azt nem félszer nukleáris értelemmel elszennyezni, vagy nukleáris eszközökkel elszennyezni. Tehát ami reálisabb, az a vegyi és a nukleáris fegyver alkalmazása. Ennek van egy eszkalációs logikája. Az atomfegyver az eszkalációs létre legteteje. Az, amit tudunk az orosz katonai gondolkodásról, az azt diktálja, hogy
nagyon-nagyon fokozatosan eszkalálnak, nem is nagyon hagynak ki eszkalációs lépést. Tehát a vegyi fegyver lenne az első tömegpusztító. Pontosabban nem lenne, hanem már volt. Tehát, hogy elszigetelt vegyi fegyver alkalmazásokra volt már például ebben a háborúban is, a Donbaszban vetettek be könygázt, illetőleg ugye Mariupol ostrománál foszforbombákat, ami ugyan technikailag gyújtóbombaként van alkalmazva, de ahogy ez a foszfor tartalom a levegő nedvességével keveredik, az egy maró hatású gázt fejleszt a foszfor között, aminek vegyi hatása is van. Tehát ilyen elszigetelt vegyi fegyver alkalmazás már volt, és Szíriából láttuk, hogy képesek elég kiterjedten is vegyi fegyvert alkalmazni, ha szükségét érzik. Tehát szerintem az atom előtt, a nukleáris fegyver előtt előbb azt látnánk, hogy nagyon kiterjedt vegyi fegyver alkalmazás jön, annál is inkább, mert a szír tapasztalataik azt mutatják, hogy ez katonai és politikai értelemben is meg lehet úszni. Ukrajnának nincs vegyi fegyvere, nem tud vegyi fegyverrel visszavágni, meg ezt a saját imidzse miatt sem teheti meg. És hát a nyugat persze majd nyilván szankcionálja vegyi fegyver alkalmazást is, de szerintem a szankciók egy jelentős részét ők már beáraszták. Tehát vegyi fegyvert alkalmazni politikai és technikai értelemben is tulajdonképpen könnyű, nukleáris fegyvert alkalmazni viszont iszonyatosan magas költséggel jár. Politikai értelemben is, katonai értelemben is. Ugye katonai értelemben elsőbben azért, mert nyilván részletekről keveset tudunk, de amit tudni lehet, hogy az Egyesült Államok nagyon-nagyon konkrét választépéseket helyezett kilátásba orosz atomfegyver alkalmazás esetére. Egyes orosz vezetőknek személyesen is elmondva, hogy veled és veled mi fog történni. Azt lehet látni egyébként az orosz hivatalos retorikában, hogyha az orosz állami vezetőket figyeljük, ők nem beszélnek atomfegyverről. Pontosabban beszélnek, de nagyon-nagyon megfontolt módon azt hangsúlyozza, hogy az atomháborúnak nem lehetnek nyertesei, az atomfegyverek kapcsán visszafogottságra van szükség, higgadtságra, precizitásra. Persze, az orosz állami médiában megvannak a hivatásos véresszájúak, akik gyakorlatilag hetente kétszer követelnek atomcsapást Ukrajna ellen, de nekik ez a dolguk. És a volt orosz elnök Medvegyev is. Ugye? Igen, Medvegyev egy ilyen. Tehát, hogy ugye mivel volt elnök, ezért nyilván mindig teret kap a nyilvánosságban, de mostani pozíció, ugye Nemzeti Biztonsági Tanács főtitkár helyettese, ez nem egy döntéshozó pozíció. Ez egy adminisztratív pozíció, Dmitri Medvegyev nem dönt el semmit. Igen, csak azt feltételezem, hogy ezt nem magától mondja ő sem, tehát nem azért, mert itt... Van ebben némi önállóság is, tehát az orosz interneten inkább kritizálják Medvegyevet, hogy nem biztos, hogy részein kellene közösségi média üzeneteket tolni. Nyilván van ebben egy összjáték. Most mi a katonai... Tehát katonailag azért drága atomfegyvert használni, mert kockáztat az amerikai válaszcsapást egyrészt. Kettő, annyira hosszú és széttagolt a front, hogy egy vagy két harcászati atomtöltettel még az sem biztos, hogy el tudsz érni eredményt. Tehát, hogy tényleg meg tudnád fordítani a harcok kimenetelét. Ha hadászati atomfegyvert alkalmazva lerobbantasz az ukrán nagyvárost a térképről, az biztosan kiváltja a nyugati választ. Nem biztos, hogy megtöri az ukránokat. Nem tudjuk, senki nem próbálta ki soha. Oroszországnak sem feltétlenül jó a saját szomszédságában radioaktív hangúval váltottatni nagyvárosokat. És ráadásul az atomfegyver alkalmazás ellen jönnek a politikai érvek. Tehát, nukleáris fegyvert harcban bevetni, az egy iszonyatosan nagy küszöb átlépése. Az egy óriási ugrás. Nem arról szól, hogy kilövök egy kettővel több rakétát. Az egy egészen más minőségű dolog. És egy politikai értelemben föl kell tenni a kérdést, hogy megéri ezt a küszöbet átlépni Liszicsanszk külsőért. Tehát, hogy tényleg nem az van, hogy Moszkva van végveszélyben, és a Panfilov század védi az utolsó egybereik a náci harckocsik ellen, és mögöttük már tényleg csak Moszkva van. Nincs szó arra, hogy Oroszország végveszélyben lenne. Nem látszik, hogy politikailag szükség lenne atomfegyvert alkalmazni egyrészt. Kettő, India és Kína is nagyon egyértelműen megüzente, hogy nem szeretne atomfegyver alkalmazást látni. Ugye ez a legutóbbi csúcs találkozó, meg az egyel előtte levő is. Tehát Oroszország nem csak a nyugattól szigetelődne véglegesen, de a keleti partnerektől is. És szintén az atomfegyver alkalmazás elleni érv, furcsát fogok mondani, a mozgósítás. Pont a mozgósítás mutatja azt, hogy Moszkvában úgy számolnak, hogy hagyományos erővel is el tudják érni a céljaikat. Amik pedig hagyományos erővel el lehet érni a célt, addig nincs szükség arra, hogy átlépd ezt a rettentő nagy küszöböt, amit az atomfegyver alkalmazása jelent.
beszélni, azt fognak róla. Tehát a fenyegetőzés az fenn fog maradni, sőt valószínűleg intenzívebb is lesz. Rosszabb esetben még kísérleti robbantás is lehet valahol. Ennek is az a célja, hogy a nyugatot elrettentse Ukrajna támogatásától. De az, hogy harci körülmények közötti nukleáris fegyver alkalmazása legyen, hogy ilyesmire kerüljön sor, én ezt nagyon-nagyon-nagyon alacsony valószínűséggel teszem. Felvetődik bennem a zaporozsiai atomerőmű, ugye ott tegnap is robbantások voltak, meg harci tűz, és azt hiszem a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség beszámolja szerint, hogy túlzottan közel is néhány tíz méterre olyan veszélyes résztől, szóval, hogy játszik a tűzzel az, aki az erőművet bombáz, vagy rakétával támadja, és hogy mennyire lehet arra számítani, hogy azért úgy feltételezem, hogy nyilván ennek az a célja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a transformátorok kapcsán, hogy az energiahálózat, hogy ne legyen Ukrajnában energia, de mennyire lehet ez pontosan, mennyire játszanak a tűzzel? A tegnapi találatok eloszlását még nem láttam. A korábbi belövéseknek, ha az ember itt térképre rakja, az volt a mintázat, hogy aki lőtt, az nagyon tudta, hogy mit csinál. Hát az atomerőmű, hát most úgymond a széleit lőtték, ez egy elég nagy terület. Hát a reaktorok közelébe nem nagyon esett semmi. Kiszolgáló épületeket találtak el, a külső területeket találták el, ezeket sokszor. Ugye, ha azt látjuk a hírekben, hogy lövik az atomerőművet, mindenki arra asszociál, hogy na most leszedjük a reaktoron. De valójában nem, tehát viszonylag messze voltak az eddigi becsapódások a reaktoroktól, a tegnapit nem tudom. Most az, hogy a Rafael Mariano Grossi, az atomenergia ügynökség vezetője ennyire gyorsan, ennyire éles szavakkal reagált, ezt a játszanak a tűzzel, ez azt még nem hangzott el tőle korábban. Ez nekem azt mutatja, hogy itt ez a tegnapi, ez komolyabb volt, de mondom, nem láttam az eloszlási mintázatot, tehát össze kéne keresgélni, nem volt felvételeket. Nem hiszem, hogy bárki a tudatosan nukleáris baleset akar előidézni. Tehát az Oroszországnak is nagyon nagy kárt tud okozni. Meg elszennyezi, hogy Nyepert, meg ezen keresztül green vízellátását, tehát ezzel rengeteg gondolnak. Szerintem az atomerőmű kapcsán zsarolás és ijeszgetés zajlik, de azt, hogy bárki itt nukleáris baleset valóban elő akar beidézni, ezt nem hiszem. Nyilván minél több ilyet csinálnak, annál nagyobb az esély annak, hogy valami komolyabb baleset történik. Igen. Oroszországról nem, mármint hogy arról nem beszéltünk még, hogy Oroszországban az átlag állampolgároknak mi most a viszonya a speciális katonai hadművelethez, vagy igen. Szóval, hogy egyrészt mit élnek ők meg, vagy a mozgósítás mit hozott, a káoszt azt láttuk, de azt is, hogy közben a propaganda sokkal erősebb annál, mint amit mondjuk akár a saját bőrük, a katonák a saját bőrükön tapasztalnak, és a saját családjaiknak elmondanak. Illetve egy kérdés az is, hogy Putyin körül fogy-e a levegő? Vagy azt csak mi akarjuk úgy látni? Ugye itt nagyon szerencsés helyzetben vagyunk bizonyos mértékig. Tehát ami az orosz társadalom attitűdjeit illeti, ugye a Levada központ az rendszeresen publikál felméréseket. És a legutóbbi felmérésből az látszik, hogy ugye meg szokták kérdezni, hogy ez hogy érzi magát ugye az orosz lakosság. És a legutóbbi felmérésből az látszik, hogy szeptemberben volt egy ilyen bezuhanás, tehát szeptemberben a részleges mozgósítás bejelentésének hatására többen mondták azt, hogy rosszabbul érzik magukat, de októberre ez visszaállt. Októberre bőven 50% fölött van azok arány, akik azt mondják, hogy nagyon jól érzik magukat, vagy hogy elég jól érzik magukat. Tehát nem látszik az adatokban, hogy itt az orosz lakosság többsége az, tehát ez a támogatás kifogyna a háború mögött. És pont ugye annyiban van szerencsénk, hogy pont ma jelent meg, hogy az Index munkatársa Bendazsevszki Anton, aki ugye anyanyelvi orosz, csinált egy interjút a Levada központnak az egyik vezető szociológusával, Lev Gutkovval. Ez az interjú, ez fenn van az Indexen, sőt nem tudom, hogy ha szabad ilyet, akkor lehet, hogy berakom a linket, mert hasznos, amennyiben sikerül. Tényleg érdemes elolvasni, az Anton rettentő jó kérdéseket tett föl, és Gutkov meg egy iszonyosan intelligens ember, tehát nagyon hasznos válaszokat adott. Azt mondja Gutkov, hogy
ő tévedett abban, mikor azt gondolta, az orosz lakosság majd tömegesen tiltakozik a háború ellen, és tévedett abban is, hogy a mozgósítás az megtörni az orosz lakosság támogatását. Utkov azt mondja, hogy egyrészt apatikusabb az orosz társadalom annál, mint amit gondoltunk, egyrészt kettő propaganda pedig még erősebb annál, mint amit gondoltunk. Tehát nem látszik, hogy a lakosság támogatottsága, vagy lakossági támogatás az radikális mértékben csökkenne a háború magát. Ilyen fokozatos, lassú csökkenés van, de még mindig 50% fölött van. És Gutkovnak lehet hinni, tényleg az egyik legjobb, talán a legjobb. És ő azt mondja, hogy ez a támogatás, ez akkor csökkenhet le jelentősen, hogyha Oroszország nagy vereséget szenved. De egyelőre kitart, és nekik vannak adataik arra, hogy az orosz társadalom a hosszú éveken át tartó ukrán ellenes propaganda eredményeképpen tulajdonképpen fel volt készítve erre a háborúra. És ugye most még ráadásul ezt megint teszem hozzá, most még Oroszország makrogazdasági szinten valamennyire tudja kezelni a szankciók hatásait. Tehát az átlag oroszt, és nem a középosztály, mert a közép és felső középosztály nagyon vékony réteg az orosz társadalomban. Az átlag oroszt nem nagyon érinti a szankció, mert eddig is szegény volt, és a szankcionált javakhoz eddig se fért hozzá. Tehát, hogy a társadalmi támogatást nem látszik, hogy érdemben csökkentene a szankció. Az orosz eliten belül vannak töréspontok, de a nyilvánosság elé ez nem nagyon jut ki. Eddig a legmagasabb beosztású figura, aki dezertált, az ENSZ-hez akreditált orosz misszió egy vezető diplomatája, illetőleg Észtországba ment át nem olyan régen egy orosz katonai hírszerző, de ezek egyike sem a felső vezetés. Ugye ezek a nagyon furcsa halálesetek az orosz nagyvállalatok vezetői körében, ez lehet úgy értelmezni, hogy itt a rezsim üzenetet küld a többieknek, hogyha kilépsz a sorba, akkor ez történik veled, de ezek találgatások, ilyen egyértelmű, ilyen smoking gun evidence, ilyen típus egyértelmű bizonyíték nincsen. Sejthető, hogy vannak törések, egyes megnyilvánulásokból látszik is, hogy a gazdasági vezetés az néha odaszólogat az ekremelnek óvatosan, de olyan nyilvánvaló repedés, ami aztán valami komolyabb összeomlását águlhatna, ilyen egyértelműen látszik. Az eliten belül töréseket áll, vagy feszültségeket láthatóan tudják kezelni. Van még jó pár kérdésem, nekem is megérkeznek is kérdések, és viszont rövid az időnk, de azért egy néhány kérdés én föltennék, és mi csak utána zárjuk majd le ezt az élő közvetítést. Az egyik Gábortól érkezett, hogy mekkora esélye lehet orosz támogatású terrorcselekménynek elterjedésének Európa területén. Lehet ennek politikai haszna Oroszország számára? Elméletileg elképzelhető, de ugye az orosz különleges műveleti kapacitás az nagyon-nagyon meggyengült az európai országokban. Azóta, hogy ugye az orosz nagykövetségek munkatársait, diplomatákat tömegesen utasították ki az európai uniós tagállamok. Tehát, és terrorcselekményt egyébként Oroszország nagyon keveset hajtott végre eddig az európai unió területén. Tehát politikai, tehát célzott gyilkosságok voltak, és felrobbantották a Vrbetice lőszerraktárat, azt rosszul ejtettem ki, de felrobbantották ezt a lőszerraktárat Csehországban, de ennél sokkal többet nem lehet mondani. Tehát a Litvinenko ügy 2000-es évek második felében, ahol volt egy terror dimenzió, meg a polónim, amit használtak, az amíg ugye odavitték Litvinenko teájáig, ott elég nagy területeket szennyezett. A Skripal ügyben is volt olyan áldozat, akinek nem kellett volna áldozattá válnia, de ezek ilyen sporadikus dolgok, és Vrbeticét nem számítva, durván fog hangzani, járulékos veszteség. És a nyugat tanul ezekből. Szerintem most már az Oroszországnak ilyen műveleteket végrehajtani sokkal nehezebb, mint mondjuk egy évvel ezelőtt lett. Itt Berlinben, én most Berlinben vagyok, tehát ez a nagyon szépen diszertított, amit mögöttem láttok, ez a berlini helyem. Itt Berlinben is volt célzott gyilkosság, ugye Kleiner Tiergartenben, ott egy félig orosz, félig grúz emigráns katonai vezetőt, vagy hadurat, hogy harcost öltek meg. Berlin kellős közepén, tehát célzott gyilkosság volt. Ilyenek lehetnek nagy terrorcselekményre, én nem számítok már csak azért sem, mert ha NATO tagállam területén nyíltan csinálsz valami ilyet, akkor kockáztatod, hogy 5. cikkelyes választ kapsz. Tehát szerintem mindenképpen törekednek arra, hogy az 5. cikkely szintje alatt maradjanak. És ezt most megtanultuk, hogy pontosan mi is az 5. cikkely. Köszönöm.
Szintén Pletcher Tamás kérdezi, hogy mennyiben tehető felelőssé a nyugati politika ennek az orosz-ukrán konfliktusnak a kiéleződéséért. Én nem nagyon láttam, hogy nyugat támadta volna meg Oroszországot. Meg azt sem láttam, hogy Oroszország valóban rá lett volna kényszerítve, hogy megtámadja Ukrajnát. Tehát itt a... Ha visszamegyünk kicsit az időben, azt gondolom, hogy a 2008-as bukaresti NATO csúcs, ahol úgy ígértünk tagságot, nem tartozik hozzá határidő, de úgy ígértünk tagságot majd egyszer Ukrajnának és Grúziának, hogy nem álltunk készen arra, hogy megvédjük az orosz válaszlépésektől. Tehát ez a 2008-as ígérete szerintem hiba volt. De nem olyan hiba, ami arra kényszerítette volna Oroszországot, hogy bármit lépjen. Tehát itt a nyugatnak én közvetett felelősségét érzem. Elsősorban abban, hogy nem azt, hogy nem vette figyelembe az orosz érdeket, csomósebben próbáltuk figyelembe az orosz érdeket, ugye mind a német, mind a francia vezetés híresen kompromisszumkereső volt, egyes szerint túlságosan is. Inkább abban, hogy nem értettük Oroszországot elég alaposan. De itt olyan közvetlen felelősséget, hogy a nyugat kényszerítette van Oroszországot támadásra, ugyan már mivel. Tehát nem, ezt nem nagyon hiszem. Ugye amit az oroszok mondtak a támadás indokaként, hogy Ukrajnában náci rezsim lenne hatalmon, ez nyilvánvalóan ostobaság, hogy Ukrajnát demilitarizálni kellene. Nem volt olyan akut ukrán fenyeget, az ukrán hadsereg így állt volna kimeresztett karmokkal, hogy most éppen el akar támadni a címet. Ez sem volt akut veszély. Az ukrajnai orosz ajkú lakosság elnyomása, ez mese volt habbal. Tehát nem volt jó a helyzet, de nem volt háborús indok. Amiket Oroszország felhozott indokként, azok valójában szerintem inkább ürügyek voltak. Nem olyan tényezik, amik miatt Oroszországnak muszáj lett volna cselekedni. A preventív háborúknak szokták azt mondani, hogy a preventív háború az, amikor az ellenség már támadásra készül, és te ütsz először. Nem volt támadásra készül Ukrajna. Én nem látok ebben közvetlen nyugati felelősséget. Hibázott a nyugat egy csomót, de itt a háború kirobbanásában én nem látok, hogy ez miért nem Oroszország felelőssége volna. Unger Anita kérdezi, és aztán hozzáteszek még egy kérdést magamtól. Mi a valós következménye annak, ha Oroszország nyer, és mi, ha veszít, és hosszú távon? És itt igazán arra lennék még kíváncsi, hogy ha veszít, akkor az elegendő vesztesége ahhoz, hogy a további ilyen törekvéseitől mondjuk megszabaduljon a világ, és hogy mondjuk ez a világrend, amit most élünk, ez ne az oroszok által legyen veszélyeztetve. Figyelj, hogyha Oroszország nyer, akkor egyrészt Ukrajna valószínűleg megszűnik szuverén államnak lenni. Tehát Ukrajna szuverenitása akkor feltétlenül korlátozva lenne, hogy az orosz nyomás gyakorlás által. Szép passzív mondat volt a macska, ugye fel van mászva a fára. De ha Ukrajna veszít, akkor a nyugat is veszít. Akkor veszít a nyugati világrend, veszít az EU, veszít a NATO, politikailag is, katonailag is, erőforrásban és presztízsben is, és akkor onnantól lenne egy végletesen meggyengült Ukrajna a szomszédunkban, és egy erős győztes Oroszország a szomszédban. Tehát a nyugat szempontjából ez nagyon-nagyon-nagyon negatív kifejlet, pont ezért nem gondolom a nyugat kihátrálna Ukrajna mögött. Tehát egy orosz győzelem az amellett, hogy Európát nagyon kellemetlen helyzetbe hozná, hanem már csak Ukrajnának lenne kellemetlen. Ráadásul azt eredményezni, hogy a világ számos területi ambíciókat dédelgető országa esetleg úgy gondolná, hogy na, hát ha katonaig elég erősek vagyunk, akkor ezt akár meg is lehet csinálni. Tehát egy orosz győzelem esetén én arra sem fogadnék, hogy a Kína-Tajvan viszony a sokáig megmarad erőszakmentesnek. Tehát ha azt látja a világ többi országa, hogy területi agresszió, területek elcsatolását, polgárlakosok tízezreinek legyilkolását, hogy igazából meg lehet úszni, akkor ez veszélyes precedens jelentene. Én nem gondolom, hogy Oroszország meg tudja nyerni ezt a háborút egyébként. Elsősorban katonai jogból. Ha Oroszország veszít, átfogalmazom, akár nyer Oroszország, akár veszít, rövid távon semmiképpen sem lesznek további agresszív katonai ambíciói. Egyszerűen azért megkiverzik az orosz hadsereg. Ebből az ukrajnai háborúból a holnap véget ér. Akkor is legalább 10 év, mire az orosz hadsereg magához tér. Tehát eszelősen súlyosak a veszteségek.
anyagban is, emberben is, tudásban is. Kiképzett tisztekben, főtisztekben. Tehát, hogyha elvesztesz egy őrnagyot, aki mondjuk ténylegesen veszít egy alkulatot, ott 20 év tapasztalatot vesztesz. Nem tud egyik napról a másikra pótolni. Tehát bármilyen vége lesz a háborúnak, Oroszország hagyományos katonai ereje az tartósan meg fog gyengülni. Hosszabb egy térségben biztosan befolyást veszít. Mert kevesebb hadereje lesz, amit a többiek tartanának, és kettő mindenki okulni fog Ukrajna példájából, és próbálja a lehető legjobban csökkenteni az Oroszország tudósítést. Tehát ilyen értelemben Oroszország a posztszovjet térségben biztosan területet, befolyást veszít. Belarusz az meg fog maradni orosz szatellitállamnak, valószínűleg a belarusz rendszer nincs már abban a helyzetben, hogy ki tudja jönni ebből a függésből, többi ország gőzerével meg fog próbálni támogatni, vagy bocsánat, távolodni. Ha Oroszország veszít, látványosan veszít, annak azt hiszem, hogy a globális stabilitás szempontjából pozitívabb kifejlete van, mert akkor a területi ambíciókat dédelgető országok feltétlenül arra fognak jutni, mégsem annyira jó ötlet ezeket a területi ambíciókat megpróbálni fegyverrel realizálni, hiszen lám Oroszországban is mitört. Tehát lehetne úgy fogalmazni, orosz vereségnek globálisan egyébként lenne stabilizálása. András, köszönöm szépen, amiket elmondtál, és igazán azt hiszem, hogy ezt a beszélgetést lezárni nem tudjuk, de befejezni meg muszáj. Úgyhogy most elköszönünk azoktól, akik a Facebook közvetítést figyelték. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Fogjuk még folytatni, és jelentkezünk ezen a csatornán. Köszönöm szépen, én is.